téma köré csoportosítjuk a tárgyalást, de egyelőre nem mondom meg, hogy milyen a téma, vagy nem, mert én erről tudom észre elfogulni, de így érdekesebb, ha nem rögtön megfelelem, hogy miről van szó. Kezdjük egy feladattal. Így szól a feladat, hogy van nekünk A1 és itt tovább AN, tovább a B1 és itt tovább BN. Ez két N darab, csupa különböző, mondjuk valóság. Ezek páronként különböző. És csinálunk a segítségükkel egy táblázatot, egy N-szer-N-es, hát ha úgy tetszik, N-szer-N-es mátrixot, amiben az I-edik sor J-edik eleme, nevezzük azt MI-jének, az az AI plusz BJ össze. Így készül ez a N-szer-N-es táblázat a megadott két N különböző valószám. Tegyük föl, hogy erre a táblázatra, erre az N-szer-N-esre teljesül az, hogy minden oszlop összeg, minden oszlop szorzat ugyanannyi. Tehát az első oszlopra, a második oszlopra, vagy az első oszlopra ugyanaz az érték adódik, ha összeszorozunk őket. Állítás, ebből következik, hogy minden sorszorzat is ugyanannyi. Minden egyenlők egymással a sorszorzatok. No, hát így szól a feladat. Hogyan lehetne hozzáfogni? Hát úgy megy a megoldás, hogy bevezetünk egy polinomot. Legyen a polinom a következőképpen definiálva, hogy produktum x plusz ai, i megy 1-től n-ig, ez az n-tényezős szorzat, mínusz produktum x minusz bj, j szintén megy 1-től n-ig. Ugye ez egy polinom, tudok-e valamit a fokáról? Hát ennek a f polinomnak a foka annyit biztosan mondhatok, hogy kisebb, mint n. Ugye ez a szorzat, ez úgy kezdődik, hogy x az n-edik n plusz, jönnek alacsonyabb fokú tagok. Ez meg úgy kezdődik szintén, hogy x az n-edik n, és aztán alacsonyabb fokú tagok, de a kivonás miatt az eltűnik, hogy az x az n-edik n, tehát csak alacsonyabb fokú tagok maradnak. Azt nem mondhatom biztosan, hogy n az egyet fokú, mert lehet, hogy kisebb fokú, de mindenesetre a foga kisebb, mint n. No, és ezek után ebbe az f polinomba én behelyettesítem a bj-t. Mit kapok? Hát azt kapom, ugye ebből mi lesz? Ebből az lesz, hogy produktum ai plusz bj, ahol az i fut 1-től n-ig. Ebből meg nulla lesz. Ugye, mert az egyik tényező az, hogy x minusz bj, abban, amikor bj-t helyettesítek, akkor nullát kapok. Ugye egy egész szorzat. Na de ez micsoda? Hát ha megnézitek, i megy 1-től n-ig, a j meg rögzített, ez pont a j-edik oszlopba álló elemeknek a szorzata van ideig. És ez állítólag valami c konstans, függetlenül attól, hogy mi a j, tehát minden egy kisebb egyenlő j, kisebb egyenlő egyre. Ez az érték adódik. Föltettem, hogy a b-k mind különbözők, tehát ennek az f polinomnak, hát ha úgy tetszik, mondhatom azt, hogy az fx minusz c polinomot nézzük, annak itt látható n darab gyöke. És maga a polinom alacsonyabb fokú minden. Ezt tudjuk, hogy csak úgy lehet, hogy ez a polinom az azonosan nulla polinom. Jó? Tehát kiderült, hogy ez az f, ami ugye úgy néz ki, mint hogyha egy polinom lenne, de minden esetre ennek az értéke c minden helyen. Fx egyenlő c minden x. No, ennyit megtudtunk erről az f-ről, és most akkor semmi más dolgom nincs, mint hogy én most a mínusz a-ig behelyettesítem ebben a polinommal. F mínusz a-ig, hát ez az is c, ez minden c. Mi van, hogyha
x helyében minusz a-ig írok, hát akkor meg az van, hogy ez a szorzat nulla lesz. Ugye, mert itt vannak ezek. Egyik tényező az, hogy x plusz a-i, oda x helyében azt jelenti, hogy minusz a-i, az nulla. Tehát ez nulla lesz, ez meg mi lesz? Hát ez az lesz, hogy mínusz produktum j vagy 1-től n-ig mínusz a-i mínusz b-j, hát egy kicsit sok benne a mínusz, de nem számít. Kicsit tetszetősebben írva, tehát ez egyenlő mínusz 1 az n plusz 1-en szert produktum a-i plusz b-j, ahol most tehát a j megy 1-től n. Tehát ugye ez a szorzat, ami itt van, most az i rögzített, ez nem más, mint ennek a mátrixnak az i-edik sorában lévő elemeknek a szorzata, és kiderült, hogy ez a szorzat, ez egyenlő mínusz 1 az n plusz 1-dik n szert c-vel. Tehát azt jelenti, hogy az n páratlan, akkor minden sor szorzat is c, ha meg az n páros, akkor egy kicsit meglepő módon minden sor szorzat mínusz c. Mindenesetre mindegyenlők a sorszorzatok, sőt meg is tudjuk mondani, hogy mi. Hát persze az, hogy n páratlanra a sorszorzatok, ha egyenlő, akkor c, az nem lep meg minket, mert hát ha az oszlopszorzatok c, akkor az oszlopszorzatok szorzata, vagyis az összes elem szorzata, az c a de. És ha a sorszorzatok mindegyenlők, mondjuk c a sorszorzat, akkor úgy összeszámolva meg az összes elem szorzata z a de. És ha az n páratlanak és egy valós számokról van szó, akkor ebből következik, hogy z egyenlő c. Érdekes módon, hogyha az n páros, akkor ugye attól, hogy a sorszorzatok mindegyenlők, attól még lehetne mínusz c is, meg c is. Meg egész meglepő, hogy kijön, hogy ezek közül éppenséggel a mínusz c. No, ezzel először is befejeztük a feladat megoldását, bebizonyítottunk, ami az állításról. De szokás szerint azért érdemes egy kicsit elgondolkozni, amikor ilyet látunk. Először is egy természetes kérdés, én szerintem, amit az ember fölvehet magának, persze nem okvetlenül egy versenyen. A versenyen az ember spórol az idejével, és nagyon érdekes kérdéseket is későbbre halaszt, hogyha nem jutalmazzák pont az arra adott választ. De most már túl vagyunk, mondjuk a versenyen. Én szerintem egy abszolút természetes kérdés az, hogy ez a szituáció egyáltalán előfordulhat-e. Tehát lehet-e választani úgy két ember a különböző számot, hogy az oszlopszorzatok tényleg mindegyenlők legyenek. Hát erre nagyon könnyű példákat csinálni, mindjárt felírok egy példát, hogy legyen A1 egyenlő 2, A2 egyenlő 4, a hasraütésszerűen B1 egyenlő 1, és B2 az meg mondjuk legyen mínusz 7. És akkor megnézitek ezeket az A plusz B értékeket, akkor az a táblázat adódik, hogy 3, mínusz 5, 5, mínusz 3. Tényleg minden oszlopszorzat 15, és ahogy azt beígértem, páros most az n, n egyenlő 2, minden sorszorzat tényleg mínusz 15, és nem pedig amire esetleg számítanánk 15. Tehát egyáltalán most már megnyugodtunk, hogy ilyen objektum, amiről a feladat szól, az van. Mert ugye nincs, akkor mindenféleképpen lehet róla mondani, és azok mindig azok lesznek, mert senki nem tud tudni ellentőlel mondani rá. De hát azért az ember azt kérdezi természetes módon, hogy jó, n egyenlő 2-re valahogy csináltunk egyet. De hát akármilyen n-re van. És ha ezen egy kicsit elgondolkoztak, akkor könnyű látni, hogy tényleg minden n-re van példa, még ha egy kicsit, hogy mondjam, egy olcsó tűnnek tűnik is. De teljesen bőséges példa, legyen a-i. Az i, tehát az a egy és itt a várja a sorban 1-2-en, és a bi az meg legyen mínusz i. Tehát a b sorban mínusz 1, mínusz 2, és a többi mínusz 1. Ez kétségtelen két különböző szám. És amikor csinálom ezt a táblázatot,
akkor láthatólag a főátlóban csupa nulla van. Az i-edik sor i-edik eleme, az i-mínusz i, vagyis nulla. Tehát minden oszlop sornak nulla, és hát ahogy a feladat állítja meg, különben is látszik, hogy minden sorszornak is nulla. Jó, tehát minden rendben van. Akit még ezek a válaszok se elégítenek ki, az kérdezze újabb dolgokat, és konstruáljon rá újabb példát. Na, ezzel első bemelegítő példákkal megtudunk. Ugye már kezd azért látszani, hogy miről van szó. Volt egy feladat, amiben abszolút semmiféle polinomok nem szerepeltek, és csináltunk egy megoldást, ami erősen támaszkodott polinomokra. Mondok egy másik feladatot. Ez úgy néz ki, mint egy geometria feladat. Ha jól emlékszem erről, azért már volt szó, de attól újra szemügyre vehetjük. Más módon, mint ahol korábban lett. Így szól a feladat. Vegyünk egy a háromdimenziós térbe, vegyünk egy véges ponthalmazt, az alábbi x, y, z koordinátájú pontokat vegyük, ahol az x, y, z mindegyike a 0, 1, stb. N egész számok közül kerül ki, azzal az egy megszorítással, hogy a 0, 0, 0, vagyis az origót, azt nevezik. Azt például így lehet fölírni, hogy tehát amikor az x plusz y plusz d, az határozottan nagyobb, mint 0. Jó, ezzel a ponthalmazt veszünk, ugye, hogy barátkozzunk vele, ennek a ponthalmaznak az elemszáma, hát szemlátomást m plusz 1 a köbön, mínusz 1. Ugye mindegyik koordinátor függetlenül m plusz 1 értéket vehet föl, és az m plusz 1 a köbön pont közül egyet kívülhat. Ki tudja, mi a kérdés? Az jelenlegben, aki tudja, hogy ebben a feladatban mi a kérdés. No, ez egy bár. Nem baj, ez sőt, szinte az a jó, ha valaki nem tudja, hogy mi a kérdés, de azt mondja, hogy a kérdés az, hogy ezt a ponthalmazt leszeretnék fedni síkokkal, véges sok síkkal, úgy, hogy, hát mit jelent az, hogy lefekül, hogy minden pont ebből az S-halmaz minden pontja benne van legalább egy síkba, de úgy, hogy azok a síkok egyikesen menjen át az origó. És a kérdés az, hogy ehhez legalább hány síkra van szükség. Tehát ez a minimális síkszám meghatárolandó, ahány síkra ezt meg lehet csinálni. Nyilván nem véletlen, hogy jó pár embernek ismerős volt a feladat, mert ez egy olimpiai feladat volt, egész pontosan 2007-ben a vietnami olimpiának ez volt a legnehezebb feladat, a hatos feladat. Ennek megfelelőleg sajnos a magyar csapat 6 versenyzője a megszerezhető 42 pontból összességében totálisan egy pontot szerzett. Tartozik a siker történetek közé, de hát persze más országok is sokan így voltak. No, hát ebbe a feladatban az a poén, hogy ebben aztán végképp sehol semmiféle polinomnak nyoma nincs, és a megoldás az pedig bizony polinommal fog menni. Először megmutatom az átjárást, hogy hogyan tudunk polinomos kérdést csinálni a feladat kérdéséből, és aztán megoldjuk a polinomos verziót, és méghozzá egy olyan módon, amit ugyan erről egyszer már szó volt erről a feladatról, de akkor egy eléggé adhok módszerrel mutatta a megoldást, most talán természetesen megoldást mutatom. Tehát, hogyan kezelhetjük a síkokat? Hát egy tetszőleges síknak, mondjuk az i-edik síknak az egyenlete az biztos, hogy úgy néz ki, hogy ax plusz by plusz cz plusz d egyenlő 0. A világ minden síkjának a háromdimenziós térben, háromdimenziós koordinátarendszerben egy ilyen egyenlete van, ahol az abcd azok valós számok, és egyetlen megszorítással rájuk, hogy az abc nem lehet mind a három 0. Egyik másik lehet közülük 0.
De hogyha legalább egy a ABC közül, persze plusz D I. Nem nulla, akkor ez egy síknak az egyenlet. Hogy fogadjuk meg azt a feltételt, hogy a sík ne menjen át az origón? Hát, hogy 0-0-0-át beértesítve ne legyen nulla. Tehát én mindegyik síkra azt tudom, hogy DI ne menjen elő nulla. És ha ez igaz rájuk, akkor nem mennek át az origón. És mit jelent az a feltétel, hogy ezen síkok uniója, hogy ezen síkok száma legyen nagy-e? Tehát, hogy ezen síkok uniója az itt felsorolt pontok mindegyikét tartalmazza, hát az pont azt jelenti, hogyha képezem ennek a kifejezéseknek a szorzatát, tehát produktum i megy 1-től nagy eddig, ax plusz bi, y plusz cz plusz di, hogy ez az, ugye ez szemlátomás egy n-et fokú polinom. Ugye ez az egy nagy n-et fokú polinom, hogy ez ne tűnjön el, hogyha ez tűnjön el, ezen nagy és halmaz minden pontjában. Ezzel megtettük azt a lépést, hogy valami polinomos dolgot kérdeztük. Ugye az a kérdés, hogy milyennek a nagy n-nek a minimuma. Hát most már megmondhatom, hogy a válasz az az lesz, hogy a nagy n minimuma az háromszor kisebb. Torna kisebb, de a száma minimuma. Ezt kéne valahogy bebizonyítani, ez a bizonyítás két részből áll, egy könnyű és egy nehéz részből. A könnyű rész az az, hogy meg lehet adni úgy 3n darab síkot. Hát ezt valószínűleg a legtermészetesebb módja. Ugye ez tulajdonképpen egy ilyen háromdimenziós kocka. Hát most veszek a koordináta síkokkal párhuzamos síkokat, n darabot, tehát veszem azokat a síkokat először, hogy x egyenlő i, ahol egy kisebb egyenlő i, kisebb egyenlő n, aztán azokat, hogy y egyenlő i, ugyanezt a n darabot, és végül azt, hogy z egyenlő i. Ezen három n darab síknak az uniója, az nyilvánvalóan ezen pontokban mindegyikét lefedi, sőt, hát a legtöbb pontot háromszor fedi le, ugye a belső pontja itt ennek a kockának, így is, meg így is, meg így is. A lapokon lévő pontokat csak kétszeresen fedi le, és noktacu az éreken, tehát a koordinát, a tengelyeken lévő pontokat azokat csak egyszer, de hát az elég. Jó, de 3n ponttal, 3n síkkal meg lehet oldani a dolgot. Notabene sok másféle módon is meg lehet adni 3n darab síkot. Én szerintem ez, ami ez jut mindenkinek először az eszébe, de most mutatom, hogy szerintem mi jut másodszor az eszébe annak, aki meg akar adni 3n darab síkot. Hát vegyük azt, hogy x plusz y plusz z egyenlő i, ahol egy kisebb egyenlő i, kisebb egyenlő 3n. Ugye ez is 3n darab sík, és nyilván ezen pontok mindegyiket tartalmazza, méghozzá pontosan egy azok közül a síkok közül, tehát ez 3n darab párhuzamos sík. Úgyhogy itt minden pont egyszer és csak egyszer van lefedve ezekkel a síkokkal. Hogy lássuk, hogy mi mindent lehet kérdezni egy akármennyire is tűrhető feladat kapcsán, hadd kérdezzek valamit, ami nem tartozik a fősodorba, de el lehet rajta gondolkozni. Ugye itt ezek a síkok olyanok voltak, hogy közülük mindegyik ugyanannyi pontot tartalmaz az elsőből. Jelesül n plusz 1 a négyzetet. Ezek a síkok, ezek a párhuzamos síkok nyilván nem ilyen. Például ha i egyenlő 1, akkor ez nyilván 3 pontját tartalmaz az eset. Ha i egyenlő 3 lenne, akkor nyilván 1 pontját. De hogyha i úgy körülbelül félúton van az 1 és a 3 között, akkor nyilván jó sokat. Kérdés hány? Ez egy nem triviális kérdés. Ugye, mondjuk tegyük fel, hogy az n páros, akkor a i az a sík, hogy x plusz y plusz d egyenlő 3n plusz 2, kérdezem, hogy ez hány pontját tartalmazza ennek az s halmaznak. Ugye ez az egyik középső pont, mondom, n legyen páros, hogy ez szerepeljen az egész számok között, amiket nézek. A másik, következő pedig a 3n
per 2 plusz 1, arra ugyanúgy kérdezem, hogy az hány mondját tartalmazza, és mellesleg kérdezem, hogy ugyanannyi, de vagy valamelyik többet, vagy stb. És ez a kettő tartalmazza a legnagyobb számú pontot. Ezek ugyan nem olyan nagyon mélyen szántó kérdések, de azért jó rutin lehet vele szerezni, hogy ezt hogy válni rendesen. No, de hát a feladatnak az a része, hogy három síkkal elintézhető a dolog, az könnyű. A nehéz az az, hogy ennyi kell, hát kevesebben nem lehet levenni. És most jön a lényege az ügynek, a polinomozás. Tehát, és mindjárt általánosítok, ugye ez három dimenzióban van ez a feladat, de én mondjuk már mindjárt k-dimenzióba fogom belátni, és elégből szeretnék megfogalmazni egy általános polinomos rétel. Tehát tegyük föl, hogy nekem van egy k-változós polinomom. Px1 és így tovább xk. Akármi, majd hányegyet. Amiről ugyanezt a feltételt tudom, tehát egyrészt tudom, hogy a P egyenlő nulla minden olyan x1 és így tovább xk értékekre, amelyek mindegyike nulla és n között van, kivéve ha mind nulla, mert akkor meg azt tudom, hogy akkor meg nem nulla. Jó, ezt a két dolgot tudom én az én k-változós polinomomról, hogy ezen sok n plusz 1 a k-ból mínusz 1 darab pont mindegyikén eltűnik, viszont az origóban nem tűnik el. És az állítás az, hogy akkor ennek a polinomnak a foka az nagyobb egyenlő, mint egyszer. Ha ezt megcsináltam, akkor kész vagyok, mert ugye ennek a polinomnak, amit itt jártottam, ennek a foka nagy. Most k egyenlő 3, ez pont egy olyan polinom, ami ezt mindent kielégíti, tehát a foka akkor a bizonyítandó állítás szerint nagyobb egyenlő, mint 3 ennél, és ezt akartam mindenki. No, ez, hogy általánosítottuk akárhány dimenzióra, ennek nem csak az az előnye, hogy most egy erősebb állítás fog kijönni, hanem az is előnye, hogy ezt a dolgot k szerinti indukcióval fogom tudni bizonyítani. Hogy elkezdődjön az indukció, az mondjuk triviális, hogyha azt is megengedem, hogy k egyenlő nulla, mert ugye akkor ez egy olyan polinom, hogy egyáltalán nincs változó, tehát egy konstans, és az a feltétel, hogy itt nem tűnik el, az azt jelenti, hogy egy nullától különböző konstans. És hát mi tudjuk, annak a foka definíció szerint nulla, és az tényleg a működjelő mindenszer nulla. Akinek ez túl triviális kezdésnek tűnik, mert majd gondolja meg a bizonyítást, ahhoz majd lépünk k egyenlő egyre, és akkor ő kezdje ott a bizonyítást. Jó? No! Na most egy kis kitérő, mielőtt neki kezdünk a munkagandáján. Ugye a polinomokra van maradékos osztás. Ugye egész pontos, hogy egy változós polinomokra van maradékos osztás, mégpedig akkor, hogyha valami testből veszem az együtthatókat. Ugye test az olyan számhalmaz, amiben elvégezhető a négy alapművelet. Tehát mondjuk a racionális számok, az egy testet alkot, így jelölünk, vagy valós számok, vagy a komplex számok. De az egész számunk az nem akkor testet, mert nem az osztás az kivelelmelő. Egy tetszőleges test feletti polinomot hallanát, azt így szoktunk jelölni, tehát ez például a valós együtthatós egyváltozós polinomokat jelöli. És azt állítom, hogy ebben van maradékos osztás, tehát hogyha fx és gx az két valós együtthatós polinom, azzal a feltevéssel, hogy a g az ne a
ne a nulla polinom legyen, tehát ne az legyen, hogy minden együtthatója nulla, akkor állítás van egy olyan QX hányados polinom és RX maradék polinom, ugyancsak valós együtthatósak, amikre az igaz, hogy fx egyenlő gx-el qx plusz rx, és méghozzá az r polinom olyan, hogy az ő foka az határozottan kisebb, mint a g polinomnak a foka, amivel osztunk, hát vagy esetleg az r maga is az azonosan nulla polinom, annak nem jó a fokát definiálni, szóval minden más konstans polinomnak nulla a foka, de a nulla konstansnak annak legjobb az ünnep, hogy nincs foka. Vagy ha valamit egy elszólni fog a mínusz végtelen, az szóval. Na ez a maradékos osztás, sőt ez még annak is meg van spékelve, hogy ezek egyértelműek, ezek a kubbegek. Ezt mindenki ismeri, fölteszem, aki nem ismeri, az sűrűsen ismerkedjen meg vele. Ez nagyon hasznos dolog a maradékos osztás, ugye? Egy érdekes, nagyon egyszerű, speciális esete az, hogyha ez a g-polinom egy első fokú polinom, mondjuk x minusz a, akkor ez a dolog az mondja, hogy az fx az felírható, mint valami qx-el x minusz a, plusz r, és ahol ez az r, ennek a foka már kisebb, mint ennek a foka az 1, tehát ez egy, vagy egy nem nulla konstans, vagy a nulla konstans, és ez a dolog egyszerre két dolgot is mutat. Egyrészt azt mutatja, hogy ha az A gyöke az F-nek, akkor ez is nulla, tehát ez is nulla, vagyis ha az A gyöke a F-nek, akkor az F osztható az X minusz A-ban. És hát megfordítva megvilágos, hogy ha ez osztható X minusz A-ban, akkor az F az A helyettesítve nullába. Tehát ez a gyöktényezők létezését is megmutatja nekünk. Szóval ez egy nagyon jó dolog a maradékos osztás. Na most az a rossz híre van, és ugye itt az erre csak illusztrációként írtam, szó szerint ugyanígy mondhattam volna QX-et, vagy CX-et, vagy bármi más testet vannak és van. Na most ez van az egyváltozós polinomokra. Sajnos a többváltozós polinomokra nincs maradékos osztás. Nagyon jó lenne, de nincs. Ugye, hogy ezt lássuk, hát ha már mindjárt a két változós polinomokat veszem, mondjuk x és y a két változó, így jelölöm a két változós valós együttadós polinomok halmazát, és veszem mondjuk az x-et, az is egy két változós polinom, meg veszem az y-t is, hát az x-et nem lehet az y-nal elosztani maradékosan. Ugye, akár hogy próbálnánk y-t a q plusz r, ugye ezeknek mindegyiknek egy a foka az x-nek meg az y-nak, tehát az r-nek valami konstansnak kéne lenni, és hát ez, ilyen nincs. Nincs a polinom, hogy x egyenlő y, szóval az a polinom meg egy konstans. Jó, de sajnos nincs maradékos osztás. De azért némi őt helyettesítő dolgot azért tudok találni. Egyébként megemlítem, ugye itt direkt ezt a felsorolást itt lezártam, és mondtam, hogy például az egész számunk az nem egyes, és az EX-be hogy sincs maradékos osztás. Erre mondjuk jó illusztráció az, hogy az X-et próbáljátok maradékosan elosztani azzal, hogy kettő. Kellene egy egész együttadós hányados polinom, meg egy egész együttadós maradék polinom. Hát nincs. Ugye x egyenlő kétszer egy egész együttadós polinom, plusz, hát ugye a maradéknak szegénynek eleve muszáj lehet nullának lenni, mert a kettő, amivel osztok, az egy nulla fokú polinom. Szóval az EX-ben sincs maradékos osztás, de ezzel együtt az EX-ben van maradékos osztás, ha én olyan egész együttadós polinommal akarok osztani, aminek egy a fő együttadója. Itt a baj az volt, hogy ez nem, ugye ezzel a kettővel nem tudtam osztani az egész számok körében. Ugye gondoljátok meg, ha egy a fő együttadója a g-nek, akkor én itt elő tudok állítani egy q-t meg egy r-t, úgy, hogy azt az egy fő együttadós polinomot fölszorzom x a valahanyadikonnal, meg a megfelelő együtthatóval, hogy pont ugyanazt kapja, mint az f-nek a vezető együtthatója,
és akkor ezt levonom. Akkor már az F-nek kisebb lett a foga, és megint a G-t megszorzom valami, X a valahanyadik onnan, meg egy alkalmas konstanssal, és az eltünteti a következő főegyüthatót is. És így tovább, ezt egész addig csinálom, amíg csak az F-nek a legmagasabb fokú tagja az a G foga alá csökken. És akkor arra maradni. Jó, tehát az évben egyrészt nincs maradékos osztás, másrészt néha azért van. Hát ugyanez a helyzet a sokváltozós polinomokkal, ott sincs maradékos osztás, de néha azért van. És itt most ezt fogjuk csinálni. Az indukció kedvéért valamelyik változót kitüntetem, hogy az XK-t, azt a továbbiakban Y-nal fogom jelölni, hogy jó, meg tudjuk különböztetni a többitől. És akkor én bevezetek egy n-változós, de hát valójában egy változós polinomot, mégpedig a következő. Legyen QY egyenlő Y-szor Y-1, stb. Y-1. És most azt mondom, hogy ezt az B polinomomat ezzel a Q-val akarom elosztani. Tehát P az lesz Q, lesz valami hányados polinom, jelöljük azt R, X1 és így tovább XK-val, sőt, hát X, K-1, Y, ugye, és megkültetlen. Plusz valami maradék, hát most már majdnem minden medőbe elhasználtam, mondjuk S legyen a ne S, mert az is használ, akkor T. Egy alacsonyabb fokú polinom. Ugye, amivel osztok, Q, az egy M plusz 1-et fogunk polinom. Talán a tisztánlátás véget, ugye abban nincs kétség, ezt mindenki tudja, hogy mi a foka egy első fokú polinomnak. Na de mi a foka egy K-változós, most hát egy változós polinomnak. Mi a foka egy több változós polinomnak, mondjuk K-változós polinomnak? Hát ugye annak ilyen tagjai vannak, hogy X1 a H1-en, stb. XK, az AK-adikon, ezek a kitevők mindegyik nem negatív egészszámok, és persze még megvan szorosan, nem jó jelölés, de jó. És ez még megvan szorosan valami C konstanssal, C nem nulla konstanssal, hogy látszódjon adatok. Ugye ennek a foka alatt értem, a szumma AI-t. I megy 1-től K-ig. És ez egy tagnak a foka, és egy egész polinomnak a foka, az pedig a legmagasabb fokú tagnak a foka, vagy hát a több legmagasabb fokú van, akkor az ő közös fokú. Tehát, hogy egy egyszerű példát mutassam, hogy három változó legyen, veszem ezt a három változós polinomot, ugye ennek a foka akkor mennyi? Kitelen. Jó, szóval hogy csak hogy értsük, hogy mi a foka egy sokváltozós polinomnak. Ennek a polinomnak, hát ebben a sokváltozó közül csak egyet látok, a többi nem tűnik föl benne, de attól ennek a foka nem húzza. Tehát amikor maradékos osztást akarok csinálni, akkor ennek a T maradék polinomnak ennek a foka legfeljebb N. És honnan tudom, hogy dacára annak, amit itt elmagyaráztam, hogy itt nincs maradékos osztás a sokváltozós polinomok körében, honnan tudom, hogy ezzel a Q-val mégis lehet osztani? Hát onnan, hogy ez ugyanaz a kedvező helyzet, mint ami az egészeknél is, hogy volt olyan speciális kedvező helyzet, amikor mégis lehetett osztani. Ugye az én P polinomom, ezt én tekintettem úgy, mint az Y-nak egy egyváltozós polinomja, ahol az együtthatók az a másik K-1-változónak a polinomjai. Tehát mondjuk, írhatom így, hogy a P az G valami nagy N-szer Y a nagy N-medéken, stb. Plusz G1-szer Y plusz G0. És ezek a G-ik, ezek már mind az X1 és így tovább XK-1 változóknak valamiféle valós együttatós polinomja.
Ugye így át lehet rendezni. És most ugyanígy, mint ahogy itt magyaráztam az egészeknél, itt is azt lehet csinálni ezt a Q-t, ugye aminek Y van az M plusz 1 a fő együtthatója, ezt megszorzom Y-nak valami megfelelő hatványával, szer ez a G együttható polinom, ami egy K minusz 1 változós polinom, és azt levonom. Akkor eltűnt az Y a nagy n-edike. Legfeljebb az Y a nagy n minusz 1 maradt meg, lehet, hogy véletlenül az is eltűnik, de mindencsetre van valami következő Y a valahanyadikon. Most megint ezt megszorzom Y-nak a kellő hatványával, szer egy K minusz 1 változós polinom, és levonom. És ezt egész addig csinálhatom, amíg az Y kitevője nem csökken az N plusz 1 alá. Tehát nem lesz kisebb egyenlő, mint N. És akkor azokat összegyűjtöm, amikkel szorozgattam ezt a Q-t, azok együtt kiadják ezt a hányados polinomot, és az a T az a maradék polinom. Nagyszerű. Talán nem ő keresedett meg annyira a jelölés. Ez lesz a fontosabb a maradék, hogy a jelöljön azt helyvel, és tével a hányados. No, megcsináltuk a maradékos osztást, kaptunk egy R polinomot. Nézzük, hogy ez az R polinom majd néz ki. Az R polinom az úgy néz ki, most azért visszaírom. Isten igazából, hogy ez az R, ez még egy K-változós polinom, és úgy néz ki, hogy van az Y az N van benne, és annak van valami Rn X1 és így tovább, de az már csak egy K-1 változós polinom. Szóval Y az N plusz stb. És hát egész odáig, hogy utoljára van egy nulla fokú tart, tehát egy R0 X1 és így tovább XK-1. Így néz ki a hányados polinom. Majd mindjárt látni fogjuk, hogy ez miért volt jó csinálni ezt a maradékos osztályt. És ennek az én polinomomnak, ugye, azt szeretném leszögezni, hogy ennek az R-nek a foka az Y-ba. Tehát őt most úgy képzelem, mint az Y-nak egy egyváltozós polinomját, ahol az együtthatott polinom. Tehát látom, hogy az ő foka kisebb egyenlő minden. Ezt még nem látom, hogy egyenlő ennél, mert nem tudom, hogy ez a fő együttható véletlenül nem a nulla polinomra sikerült, de azt biztosan látom, hogy kisebb egyenlő minden. Nagyszerű. És most akkor bevezetek, hát már mondom, folytnak a betűk, mondjuk U. UY, na az már egy böcsületes egyváltozós polinom lesz, ez nem más, mint az R0000Y polinom. Tehát megállapíthatom, hogy ennek a U polinomnak a foka az is kisebb egyenlő minden. Tehát úgy kapom az út, hogy az R-be az első K-1 változó helyére mindenhol nullát írok. Akkor kapom az Y-nak egy egyváltozós polinomot. Na most vegyük észre, hogy ennek az U polinomnak Y egyenlő 1, stb. N, ezek mind gyökerek. Ugye? Ennek a legfőjebb ennek fogó polinomnak. Ez mondja speciálisan a feltétel. És továbbá vegyük észre, hogy az U polinom a nulla helyen, az viszont nem nulla. Ugye? Na most, ha egy n-et fogó polinomnak n gyöke van, na, így fogalmazom. Ugye az U-nak a foka kisebb egyenlő minden. Ha kisebb lenne minden, az baj lenne, mert akkor egy n-nél kisebb fokú polinomnak van egy gyöke. Az csak úgy lehet, hogy ez azonosan nulla polinom, de az nem áll fönn, mert a nulla helyen nem a nulla értéket vezet.
Tehát ebből a dologból a tanulság az, hogy az Úrnak a foga az muszáj, hogy egyenlő legyen ennek. Csak úgy lehet neki elnyögelni dacára annak, hogy a nulla helyen nem a nulla értéket veszik föl. Ez azt jelenti, hogy most visszahelyettesítve, ez a polinom, amiről korábban kétségeimet fejeztem ki, hogy hát itt lehet tudni, hogy az azonosan nulla polinom vagy se, de hát az nem lehet az azonosan nulla polinom, mert hiszen akkor, az új y egy ennél alacsonyabb fokú polinom. Aha! Közeledik az indukció. Mert mit tudom? Itt van előttem ez a polinom, ami nem az azonosan nulla, speciálisan a csupa nulla helyett nem a nulla értéket veszik fel. Viszont, ha behelyettesítek bármi más, tehát az x egyesét, vagy x k minusz egy helyében, behelyettesítek bármi más nulla és n között, csak ne csupa nullát, akkor viszont nullát fog. Ugye ez egyszerűen a maradékos osztásból következik. Mert behelyettesítek bármi más, a P is nulla lesz, a Q is nulla lesz, hogyha megnézitek, de azért így választottam a Q-t. Tehát ez a maradék is nulla lesz. Tehát az indukciós feltevés szerint az Rn-nek a foka az nagyobb egyenlő, mint n-szer k minusz 1. Ugye az már csak egy k minusz 1 dimenziós dolog, de még mindig n, nullától n-ig mennek azok a számok, amikről beszélünk. Most az világos, hogy az R-nek a foka az kisebb egyenlő, mint a P-nek a foka. Emiatt a maradékos osztás miatt. Tehát a P-nek a foka az nagyobb egyenlő, mint az R-nek a foka. Az nagyobb egyenlő, mint n-szer k minusz 1, a k minusz 1 n-nek a foka, plusz n. Mikor a fokot számolom, akkor most már végre azt is meg kell nézni, hogy az y a hanyadik hatványon van. Na, de ez együtt egyenlő n-szer. Amit már be akartam látni. No, ezt a két példát arra szántam, hogy lássuk, hogy a polinomok azok milyen hasznos feladatmegoldáshoz, meg általában is nagyon érdekes. Úgyhogy most már nyilván senkinek nincs kétsége, hogy a mai téma az a polinom. És most akkor, ha tényleg ez a téma, akkor most nézzük néhány olyan feladatot, ami csak magadottal a polinomokról szól, és nem valami máshoz segítség. Kezdjük egy nagyon könnyű beavatkozó példával. Ugye mondtam, hogy azt általában érdemes megkülönböztetni, hogy milyen változós polinomokról beszélek, tehát egész, milyen együtthatós polinomokról, egész, racionális, valós, stb. Most kimondottan egész együtthatós polinomokról fogok beszélni. Ugye amiknek a harmadát így és kíváncsi vagyok, hogy egy egész együtthatós polinom, ugye nyilván az, hogyha valami egész számot behelyettesítek, akkor valami egész számot kapok. Hogy tud viselkedni, tehát miféle mondjuk ciklusokat tud leírni egy egész együtthatós polinom, ha behelyettesítetek valami mondjuk A egész számot. Első kérdésem, hogy tud-e egy egész együtthatós polinomnak fix pontja lenni? Hát na már hogy tudják, PA egyenlő A, hogy másra mondjam, a polinom az, hogy X, akkor annak minden A fix pontja. De hát nagyon könnyű, én mondok egy akármilyen polinomot, és attól még lehet találni olyan A helyet, ahol az A értéket veszi föl, nagyon gyakran. Tehát ebben semmi különös nincs. Egy egész együttakos polinomnak bőségesen lehet fix pontja. Lehet-e egy kettes ciklus? Tehát lehet-e két olyan egész szám A és B, hogy PA egyenlő B, és PB egyenlő A? Hát már hogy ne lehetne? Hát mondjuk veszem azt a polinomot, hogy mínusz X, az
kétség lehet egészen nyugatos polinom. És a mínusz x, px egyenlő mínusz x, az mondjuk az egyet a mínusz egyben viszi, a mínusz egyet meg az egyet. Lehet persze, hogy egy, az nem számít, egy lehet, hogy az 19-et megvédik. Hát, tehát kettes ciklus is nagyon könnyen lehet. Hát kezdjük úgy érezni, hogy itt hát már miért ne lehet érni a dolgok. Jó, akkor kérdezem, lehet-e hármas ciklus? Tehát lehet-e három egész szám, A, B, C, ennek csupa különböző egész számok. Lehetne olyanokat találni, és ez alkalmas polinomot, hogy PA egyenlő B, PB egyenlő C, és PC egyenlő A. És a válasz az, hogy nem. Ilyen polinom nincs, ami egy hármas ciklus csinálna az egész számokon. Ez egy könnyű feladat, de egyrészt egy kicsit meglepő, másrészt meg majd mindjárt visszatérünk arra, hogy mennyire fontos, hogy egészen jutatós polinomokat vegyek. Na, hát először bizonyítsuk le. Hát az az állítás, hogy nincs olyan P egészen jutatós polinom, ami ezt a kulcsot tudja. Hát tegyük fel, hogy mégis én találtam egy ilyen P-t. Akkor nézem azt a polinomot, hogy Px minusz B. Ugye az a polinom, ugye a P az A helyen B értéket vesz föl, tehát a Px minusz B annak az A egy gyöke. Tehát a gyöktényező kiemelhető, úgyhogy ez úgy néz ki, hogy X minusz A szor valami B egy X. És ugyanezt végigjátszom, Px minusz C, annak meg a B gyöke, tehát ez úgy néz ki, hogy x minusz b szer valami b2x, és végül a px minusz a, annak meg a c gyöke, tehát ez úgy néz ki, hogy x minusz c szer valami p3x. Vigyázzatok itt, gondoljuk meg, hogy ez a p1, p2, p3, ezek egészen jutatós polinomok. Ugye, mert ha úgy tetszik, azt csináltam, hogy a px minusz b-t elosztottam maradékosan x minusz a-val, amivel lehet az egész együttatós polinomok körébe, mert egy a fő együttató. Jó, tehát akkor van nekem három P1, P2, P3 nevű egész együtthatós, nyilván egyen alacsonyabb fogú, mint a P polinomom, amikre ez a három dolog teljes. És most gondoljunk meg a következőt. Ugye ez az ABC, ez állítólag három különböző egész szám. Van köztük két szélső, nyilván mondjuk az A és a C a szélső, és a B az valahol közül. Akkor tehát az áll fönn, hogy A minusz B abszolút érték, az határozottan kisebb, mint A minusz C abszolút érték. És most ebbe a polinomba én behelyettesítek C-t. Az x helyére. Akkor azt kapom, hogy pc, ami ugye tudjuk A. Tehát azt kapom, hogy A minusz B egyenlő C minusz A szor P1 C. Na de ez a P1 C, ugye először is S0, tehát S0. De a P1 C ez valami egész szám nyilvánvalóan. Tehát a C minusz A-nak valami egész számszorosa egyenlő A minusz B, ami azt jelenti, hogy esetben A minusz B-nek az abszolút értéke az nagyobb egyenlő, mint A minusz C-nek az abszolút értéke. És ez ellentmondás. Ellentmond ennek a szigorúan kisebb egyenlőtlenség. No, puha, hát akkor ilyen nincs. Tehát ezek szerint ez a hármas ciklus, ezt nem tudják megcsinálni polinomok, hát dehogy nem tudják, csak egész együttadós polinomok nem tudják megcsinálni. Kiszámoltam egy jó kis példát, mondjuk én olyan Px, de ezúttal racionális együttadós polinomot, tehát még csak nem is, hogy valós együttadós, hanem egy kicsit gyöngítem a feltételt, hogy egész együttadós. Racionális együtthatós keresek, ami a nullát egybe viszi egyet kettőbe, és a kettőt a nullába, akkor egy könnyű számolás mutatja,
hogy az alábbi forinom, hogy mínusz 3 tetted x négyzet plusz 5 tetted x plusz 1, az ezt csinálja. Nullát helyettesítek, tényleg 1, 1-et helyettesítek, 5 tetted mínusz 3 tetted az 1, meg 1 x 2, és 2-t helyettesítek akkor nulla. Ugye ezt úgy csináltam, ezt a polinomot, hogy azt mondtam, hogy ax négyzet plusz bx plusz c, és aztán beírtam 0, 1, 2-t, és megoldottam a nagyon egyszerű kis lineáris egyenletrendszer. Na most megemlítem, hogy van egy közismert eljárás, ami nem csak ezt a speciális esetet, hanem akármilyen esetet elintéz. Tehát ugye én megadok n plusz 1 értéket, n plusz 1 különböző számot, és tetszőlegesen, ahogy jól esik, megadom, hogy melyik helyen, mi legyen az érték, akkor van egy és csak egy olyan, no nem biztos, hogy pont n-et fogunk, hanem legfeljebb n-et fogunk polinom, ami ezt tudja. Ez nem olyan nagyon izgalmas dolog, de viszont időként hasznos. Fölírom a képletet, aki nem ismeri, és aki ismeri, elnézést kérek, hogy másodszor hallja, vagy harmadszor életében. Ezt úgy hívják, hogy Lagrange interpoláció. És utána majd megmutatom, hogy mikor ne használjuk ezt, amit most elmondok. De egyelőre, tehát arról van szó, hogy van nekem x1 és így tovább xm plusz 1, m plusz 1 pont, és keresek egy olyan f polinomot. Hát most egy akármilyen testet hagy előre távol. Azt mondjuk például a valós test, vagy a racionális, vagy valami. És amilyen testből ezek a k-k valók, meg a keresett értékek, tehát az a1 és így tovább a1 plusz 1, az is a k-ból való. Ez n plusz 1 darab különböző hely. A megadott értékek között megengedem, hogy egyenlők legyenek. Kérdezem, hogy van-e olyan f polinom, ami azt tudja, hogy minden megadott x-i helyen a-ig jön neki az értéke, és a válasz az, hogy van egy és csak egy ilyen polinom, ha még azt is kikötöm, hogy a foga az legfeljebb. Tehát még egyszer élőszóban, egy és csak egy legfeljebb ennek fogó polinom létezik, ami n plusz egy megadott helyen tetszőleges megadott értékeket vesz fel. Ugye ha valaki egy kicsit elfelejti, hogy most n plusz egy, vagy n, vagy n minusz egy, vagy mi, akkor gondoljon arra, hogy két helyen megadom, az egyértelműen meghatározott egy lineáris polinom, egy első fokú. Ami véletlenül lehet, hogy nulla fokúra sikerül a vízszintes, ugye? Jó, tehát két pont első fokú, és akkor elhoz egy pont ennek. És a standard módszer, ahogy meg lehet adni explicite egy ilyen polinomot, az azon múlik, hogy én először keresek valami segédpolinomokat, mondjuk L, J, X segédpolinomokat, nyíljunk egy 1-től n plusz 1-ig. Ezen segédpolinomok mindegyike n-nek fokú lesz. Ez személy szerint n-nek fokú. Nem kisebb egyenlően, hanem egyenlően. És a segédpolinomoktól azt várom el, a J-edik segédpolinomtól, hogy az azt csinálja, hogy az x, j helyen legyen egy, és minden más x helyen legyen egy. Na most ilyet könnyű megadni. Már adom is. Ljx, az egy törzs legyen, a számlálója az produktum x, xk, nem jó, x minusz xk, nulla kisebb, hogy hadd indexeljem át őket, nullától ennyig, jó? Az valahogy kevesebbet kell írni. Tehát k megy nullától ennyig, de kihagyja a j-t, ez a számláló, ugye szemlátomás, hogy ennek fog. A nevezőben ugyanez a polinom, mint ami a számláló, csak belehelyettesítem az x-jét. Ugye most a j valami rögzített dolog.
nulla kisebb egyenlő k kisebb egyenlen, csak a k kihagyja a j-t. Na most ez nyilván olyan, hogyha x helyben x j-t írok, akkor 1 lesz. Ha viszont bármilyen más x k-t írok, akkor 0 lesz, mert a számlálóban előfordul egy olyan faktor, hogy x k minusz x k. Jó, tehát ezek a kívánt segédpolinomok, és akkor már kész is vagyok, mert akkor az én polinomom, a legfőjebb n-et fogú, az a következő lesz, hogy szumma j megy nullától n-ig, aj szer ljx. Ugye ez pont azt csinálja, hogy az xj helyen az lj 1, tehát ez az egész összeg az aj, mert a többi az nulla, és hát ez a. És ugye ez jó, hogy csupa n-et fogú polinommal dolgoztam, de hát lehet, hogy a függetlenül kiestek, úgyhogy lehet, hogy eredményük valami ennél alacsonyabb volt. Na, ezt az egész dolgot úgy hívják, hogy Lagrange interpoláció. És ugye egy explicit formula, ami megadja nekem a polinomot, ha én megmondtam, hogy melyik helyen mi legyen az érték. Ez elég unalmas. De most mondok egy feladatot, ami ebben a gondolatkörbe tartozik. Azt kérdezem, hogy van nekem egy n-et fogú polinomom, ami azt tudja, hogy megadott n plusz 1 helyen, megmondom, hogy mi az érték. A k helyen az értéke legyen k per k plusz 1, ahol k egyenlő 0, 1, stb. N. Ugye én tudom a Lagrange interpolációból, hogy ilyen polinom csak egy van, hát egész pontosan ha ide azt kéne írom, hogy kisebb egyenlő lenne, lehet, hogy amit csinálok, az az egyértelműen meghatározott polinom, az lehet, hogy véletlenül kisebb lesz minden. Ha ezeket az értékeket írom elő, akkor könnyű látni, hogy tényleg ennek fogú lesz. De nem erre vagyok kíváncsi, hogy a Lagrange interpoláció az otthon. Hanem arra vagyok kíváncsi, hogy ennek a polinomnak mennyi az értéke a n plusz 1 helyen. Majd óvatosabban ideig, hogy kisebb legyen minden, és akkor egyértelmű a p. És ennek az egyértelmű p-nek mi az értéke a n plusz 1 helyen? Ez a feladat. Na most ez a feladat, hát valaki mondhatja azt, hogy hát alkalmazom a Lagrange interpolációt, beleírom az n plusz 1-et, és ami képlet adódik, az értéke az n plusz 1 helyen. Erről mindenki nem beszélnék, hogy ezt a megközelítést választa, mert reménytelenül bonyolult képlet adódik, és senki nem fogadja el választnak azt, amit írt. De nem azért vagyunk itt, hogy mechanikusan alkalmazok a Lagrange interpolációt, hanem azért, hogy hát gondolkozzunk. Hogy kéne ezt megoldani, ezt a feladatot? És ha majd meglátjátok a választ, akkor látni fogjátok, hogy az nem is esélyes, hogy az valamiképpen egy ilyen Lagrange típusú képet adja ki, mert egy kicsit meglepő van. Amit csinálok, az a következő. Bevezetek egy új polinomot. Qx, az legyen x plusz 1-szer px, mínusz x. Most én tulajdonképpen ragaszkodhatom ahhoz, hogy a p polinom n-nel fogú. Én azt mondom, hogy van nekem egy n-nel fogú polinom, ami ezeken a helyeken ezeket az értékeket veszik. És akkor kvázi kijelentettem, hogy van egy ilyen polinom. És a feladata az, hogy ennek a létező polinomnak mi az értéke a n plusz 1 helyen. Ez csak azért tértem erre a dologra vissza, hogy ne legyen kétség abba, hogy ennek a most csinált Q polinomnak a foka a n plusz 1. Ugye ez nem kétséges. Igen ám, de ennek a polinomnak, ha megnézitek, elkezdek behelyettesíteni k egyenlő 0, 1, stb. Ugye amikor k-t helyettesítek, akkor itt van k per k plusz 1, szer k plusz 1, mínusz k az 0.
Tehát ennek a Q-polinomnak gyöke a K egyenlő 0, 1, stb. N számok mindegyike. Ha úgy tetszik, hogy mellesleg egy bizonyítás arra, hogy a mondott P-polinom az tényleg kell, hogy M fokú legyen, nem lehet alacsonyabb fokú. Na de ez mit jelent? Hát hogyha egy polinomnak tudom, ismerem, egy N plusz 1-es fokú polinomnak ismerem N plusz 1 különböző gyökét. Márpedig ez a helyzet. Hát akkor a gyöktényedős felbontásból azt a polinomot lényegében teljesen ismerem. Ugye az a gyöktényedők szorzata, csak még arra kell vigyázni, hogy a fő együtthatók stimmeljenek. Tehát én biztosan állíthatom, hogy az én QX polinomom az így néz ki, hogy valami A-szor X-szer X-1-szer stb. Szer X-N, mert hogy ezek mind gyöktényezői neki. Az X, X-1, stb. X-N. Csak még jó lenne tudni, hogy mi a láb. Hát ezt pedig úgy csinálom, hogy ebbe a képletbe behelyettesítek X egyenlő mínusz 1-nél. Azt azért jó csinálni, mert a Q-ban könnyű behelyettesíteni mínusz 1-et. Mínusz 1-et behelyettesítek, kapom, hogy mínusz 1 plusz 1, vagyis 0 szor P mínusz 1, bármi legyen is az, mínusz mínusz 1, vagyis 1. Tehát a X egyenlő mínusz 1 helyettesítése a bal oldal az 1. És mi a jó oldal? Hát az A-szor mínusz 1, mínusz 2, stb. Mínusz N plusz 1. Tehát hát N plusz 1 faktoriális szor mínusz 1 az N plusz 1-e. Remélem, hogy nem számolom el. Egy. Ez azt jelenti, hogy én tudom, hogy mi az én polinomom. Az én polinomom így néz ki, hogy ugye leírom a Q-t. Hozzáadok X-et és elhoztam X plusz 1-et, és akkor megkapom a P-polinomot. Tehát mínusz 1 az M plusz 1-e szer X-szer X mínusz 1-szer stb. Szer X mínusz 1 per N plusz 1 faktoriális. Egyelőre leírtam a Q-t. Hozzáadok X-et és elhoztam X plusz 1-et. Ez a Px. És most ebben helyettesítsünk be N plusz 1-et X helyébe. N plusz 1-szer N plusz 2 stb. Szer 1, vagyis ez éppen N plusz 1 faktoriális, per N plusz 1 faktoriális. Itt van egy N plusz 2. Igen. Ha az n páratlan, akkor ez a mínusz 1 az n plusz 1 az plusz 1, tehát itt van ez a hányados az 1, tehát van egy x plusz 1 per x plusz 1, ami 1. Tehát az jön ki, hogy a pn plusz 1 az egyenlő 1, hogyha az n páratlan. És mi van, ha az n páros? Ha az n páros, akkor ugye ez mínusz 1, szer 1, tehát akkor az van nekem, hogy x minusz 1 per x plusz 1, de az x az Isten igazából m plusz 1, tehát akkor az jött ki, hogy m per m plusz 2, ha az m páros. Ez a válasz. Tehát ennek a polinomnak az értéke az m plusz 1 helyen 1, ha az m páros van, és m per m plusz 2 az m páros. Nyilván ez egy olyan dolog, amit nem várhattunk el a Lagrange interpolációtól, hogy ezt adja, ehelyett egy két oldalas képletet adunk volna. Na, szóval tudjuk a Lagrange interpolációt, de időnként épp az a poén, hogy hogyan kerüljük el. Ez egy aspektus a polinomoknak, a helyettesítési értékei.
Na most az egyik legérdekesebb aspektus a polinomoknak, az tulajdonképpen a polinomok számelmélete. Ugye, ahogy a számok körében vannak a prím számok, nevezhetjük őket irreducibiliseknek is, amik tehát nem mondanók föl két kisebb szám, olyan pozitív egész, ami nem mondanók föl két kisebb pozitív egész sorozatára, azonképpen a polinomok között is vannak az úgynevezett irreducibilis polinomok, amik nem mondhatók föl két alacsonyabb fokú polinom szorzatára. Most itt fontos, hogy amikor egy polinom irreducibilitását vizsgáljuk, akkor világosan legyünk, hogy a milyen fajta polinomok körében nézzük, tehát a milyen együtthatós. Mert ugye egy polinom, ugye, nem mondja, x négyzet plusz 1, azt nézhetem, mint egy egész együtthatós polinomot, vagy egy racionális együtthatós, vagy mint egy valós együtthatós, vagy mint egy komplex együtthatós. Ha első háromféleképpen nézem, akkor ő irreducibilis. Még a valós együtthatósak körében sem mondható föl két elsőfokú valós együtthatós szorzatára. De már ha komplex együtthatósként nézem, akkor bizony reducibilis, tehát fölbomlik ennek a két elsőfokúnak a szorzatára. És hát mutathatnék mindenféle példákat, mondjuk a x az n-en minusz 2, n nagyobb egyenlő ideig. Az, ha mondjuk racionális együtthatós polinomként tekintem, akkor irreducibilis. De hát, hogyha valós együtthatósként nézem, akkor biztos, hogy nem irreducibilis, hiszen van neki egy valós gyöke, az n egyik gyök 2, úgyhogy az az elsőfokú faktor, az biztosan kiemelhető belőle, és még lehet, hogy más faktorok is. Tehát egy polinom irreducibilis vagy se, az attól függ, hogy őt a milyen együtthatós polinomok körébe próbálom fölbontani két alacsonyabb fokú szorzatára. Ezek csodálatosan szép dolgok, majd szünet után el fogok mondani egy néhány általános tételt irreducibilis polinomokra, és aztán egy néhány érdekes feladatot, de hogy a aki a szünet alatt is törni akarja valamit a fejét, annak mondok egy feladatot, ami elég könnyű ahhoz, hogy a szünet 15 perc alatt meg lehessen csinálni, és ezzel fogjuk folytatni a 15 perc szünet után. Így szól a feladat. Vegyük azt a polinomot, hogy x az n-en plusz 5-ször x az n-1-en plusz 3. Nevezzük ezt a polinomot egésznek. És ezt most úgy tekintjük, mint egy egész együtthatós polinom. Az az állítás, hogy ez irreducibilis az egész együtthatós polinomok körében. Tehát ez nem mondható föl két alacsonyabb fokú egész együtthatós polinom szorzatára, ugye persze a n, hogy ez ne értelme legyen a dolognak, n nagyobb egyenlő, mint 2. Na, ez a feladat. Van valaki, aki már találkozott ezzel a feladattal? Lehetett ezzel is találkozni, de az a jobb, ha valaki nem találkozott, és most gyorsan megcsinálja. Hangsúlyozom, ez egy viszonylag könnyű feladat. Aztán ha ilyen típusú, tehát irreducibilis polinomokra vonatkozott feladatokból ne aggódjatok, jönnek el. Jó, most tartok 15 perc, mindenki. No, hát ez van ez a feladat, hogy egy irreducibilis. Mielőtt ezt megcsinálnánk, hadd mondjak néhány általános észrevétel, elsősorban egész együtthatós irreducibilis polinomokról. Hogyha nekem van egy fx egész együtthatós polinomom, ugye a természetes kérdés az, hogy ez felmondik-e két alacsonyabb fokú egész együtthatós polinom szorzatára, hangsúlyozom, egész együtthatós. De azt is kérdezhetem, hogy felmondik-e két alacsonyabb fokú racionális együtthatós szorzatára. És ugye elvben nagyon is könnyen elképzelhető lenne, hogy ugye a két alacsonyabb fokú egész együtthatósra nem bomlik, de racionális együtthatósra bomlik. Lásd itt az x négyzet plusz 1 példáját, hogy valósabb körében nem, de a komplex körében igen.
Egy nagyon kedvező hír az, hogyha egy egész együttadós polinom felbomlik két alacsonyabb fokú racionális együttadós szorzatára, akkor felbomlik két egész együtthatós alacsonyabb fokú szorzatára is. Sőt, az már lényegében benne van ez a létező egész együtthatós felbontás a racionális együtthatósban. Tehát minimális pofodással abban egész együtthatósban. Megfogalmazom egész pontosan. Ha ez az fx egész együtthatós fölbomlik úgy, hogy gx-re ráx, ahol a g és a h, arra egyelőre csak annyit tudok mindegyikről, hogy racionális együtthatós. Azt állítom, hogy akkor léteznek olyan A és B racionális számok, amiknek a szorzata egy. Úgy, hogy az a fölbontás, hogy A-szor GX és B-szer HX, ugye ez továbbra is fölbontás, ha ide ezt megszorzom A-val, B-vel, mivel A-szor B egyedül egyenlőség, továbbra is fölmel. De meg lehet választani úgy az A-t meg a B-t, hogy az A-szor G meg a B-szer H, az már egész együtthatós polinom. Tehát ez a racionális polinomokra való bontás, ez minimális pofozgatással két, nem csak hogy ugyanolyan fokú egész együtthatós polinom, hanem hát lényegében ugyanaz, mint ami a racionális. Tehát ez az állítás, hogy léteznek ilyen állítások. Ez tényleg egy nagyon jó hír, mert onnantól kezdve nem kell, hogy törjük a fejünket, hogy egy egész együtthatós az miféle közébe nevezek életszínűsnek. Nyilván józanul szóba jön az egész, meg a racionális együtthatósak, és ezek körében egybeesik az életszínűsnek. Bizonyítás. A bizonyításhoz egy önmagában is érdekes állítást szokás használni, amit úgy hívnak, hogy Gauss-lemma. Elégből bevezetünk egy fogalmat egész együtthatós polinomokra. Legyen nekem mondjuk fx egyenlő a1-szer x az n-ediken plusz stb. Plusz a0, ez itt egy egész együtthatós polinom. Akkor én nézhetem az együtthatóinak a legnagyobb közös osztót. Az összes együtthatónak a legnagyobb közös osztóját. Ha az tömtéletesen egy, akkor ezt úgy hívjuk az f polinomot, hogy ez egy primitív polinom. Tehát még egyszer, ez egy definíció. Egy f egész együtthatós polinomot primitív polinomnak nevezek, ha az együtthatói legnagyobb közös osztójája. És most jön a Gauss-lemma. Gauss-lemma azt mondja, hogy két primitív polinom szorzata is primitív polinom. Jó, tehát tegyük fel, hogy van nekem egy gx, mondjuk x ad k, bk szor x ad k, plusz és így tovább, b0, egész együtthatós. Tegyük fel, hogy ez primitív. Továbbá van egy mondjuk hx, cl, x az elledikem, plusz stb. Plusz c0. Ez is egész együtthatós. És tegyük föl, hogy ez is primitív. És tegyük föl, hogy f ezeknek a szorzata. Azt állítom, hogy az is primitív. Jó, tehát az állítás az itt kezdődik. Eddig a definícióban. G primitív és H primitív, akkor a szorzatok is primitív. Ez a szorzatok nyilvánvalóan egész együtthatós, de ugye annak sok együtthatónak, akik eléggé áttekinthetetlen módon képződnek, hogy azoknak a legnagyobb közös osztója is. Ez egy nagyon hasznos, tényleg egy lemma, szóval, amit használni szoktunk, nem önmagában örökködünk benne. Bizonyítás. Hát tegyük föl, hogy nem. Tehát tegyük föl, hogy ezeknek az átnak, amik a szorzatnak az együtthatói, hogy azoknak van egy legnagyobb, egynél nagyobb, legnagyobb közös osztója. Persze akkor mindjárt azt is föltehetjük, hogy van egy prim szám közös osztója. Legyen az P. P osztója A, I, minden I. Na most nézzük ezt a P prim számot. Tehát ez nem lehet osztója az összes B-nek, mert hiszen azoknak a legnagyobb közös osztójuk egy. Úgyhogy elkezdjük nézni mondjuk a konstans felől.
Mondjuk a B, hát megesett, hogy mondjuk a B0-nak osztója. Sőt, az is megesett, hogy a B1-es, stb. Egész odáig, hogy mondjuk a BT-1, ennek minden osztója, de már a BT-nek nem. És egy ilyen T-szám biztos van. Lehet, hogy ez a T egyenlő 0, tehát már eleve úgy kezdődik az dolog, hogy a B nem osztója a B0-nak. Lehet, hogy annak osztója, de a B1-nek nem, stb. Mindenképp van egy legelső T, hogy annak nem osztója a T a BT-nek, de odáig menő összes többi együttlatónak annak minden osztója. És ugyanezt végigjátszhatjuk a C-re. Tehát a P mondjuk osztója C0, C1, stb. C mondjuk S-1, de már a CS-nek nem osztója. Kell, hogy először előforduljon egy olyan, hogy nem osztója a P, mert az összes C-nek nem lehet osztója. És akkor nézzük a szorzatba az S plusz T fokutak együtthatóját, az A S plusz T. Ugye az először is van egy olyan együttható adalék, hogy BT-szer CS, aztán vannak kisebb indexű vég, tehát valami BT-1-szer CS plusz 1, plusz egészen, amíg bemegyünk a B0-ig, ugye ahhoz tartozik egy CS plusz T, illetőleg hogy a C-nek az indexe csökken, tehát van ugyan, hogy BT plusz 1 szer CS minusz 1, plusz egész odáig esetleg bemegyünk, hogy B S plusz T C. Most vigyázzatok, itt nem biztos, hogy minden dolog, amit kiírtam, az van. Ugye, mert a B-kkel nincs gond, azok mind vannak a BT minusz 1 B0, de lehet, hogy a C-k egyszer csak elfogynak. Olyan indexet használnék, hogy olyan indexű C már nincs. Hát ha nincs, akkor semmi baj, akkor nincs is ott az a tag. Azt ki lehet törölni, vagy nullát írni helyébe, kinek ízlése szerint. Na most ezek a tagok, amik itt vannak, mondom beleértve, hogy közülük néhány lehet, hogy kamutag, tehát ami nincs, hogy próbaképpen odaírta. De mindesetre minden tag, ami van, az mind osztható P-vel. Mert vagy a B-indexe kisebb, mint D, vagy a C-indexe kisebb, mint S. Ez viszont garantáltan nem osztható P-vel, hiszen se a BT, se a CS nem osztható P-vel, tehát a szorzatú sem. Tehát az egész AS plusz T nem osztható P-vel, szembe azzal a föltevésünkkel, hogy a P osztója volt minden. Kész, bevigyázottuk a lapszerbe. És akkor most térjünk vissza ehhez a dologhoz, aminek a kedvéért ezt most kimondtam. Hát először is ez, itt van ez az F egész együtthatós polinom, ugye az nem biztos, hogy primitív polinom. Lehet, hogy az együtthatóinak van egy legnagyobb közös osztója. Hát az semmi baj, akkor veszem, kiemelem azt a legnagyobb közös osztót, van egy egész szám, szóval lesz egy F1, ami már primitív polinom. Na most ez az F1, átosztok azzal az egész számmal, ez az F1 is föl van mondva két racionális együtthatósra. A mondott, ha ezt belátnám ebben az esetben, amikor itt a primitív van, hogy alkalmas A-val, B-vel már egész együttatós lesz belőlük, akkor utána visszaszorzok azzal a legnagyobb közös osztóval, amit eltüntettem, visszakapom az F-et, és azt az egész számot, amivel szoroztam, az, hogy az A-szor B-et vagy a B-szer A-hoz hozzácsapom, és továbbra is egész együttatós lesz. A tanulság az, hogy ez elég akkor belátni ezt, amit itt állítok, ha az F primitív. Mert abból következik az általános. Jó, tehát tegyük föl, hogy az F primitív. És most a G meg a H meg racionális együttadósak. A G-t nyilván föl lehet írni úgy, hogy valami P-20-on G1, ahol a G1 már primitív egész együtthatós polinom, a P meg a Q pedig relatív prim egész számom. Mindenleg nem biztos, hogy primek, csak valami betűt használni. Ugye miről van szó? Van nekem ez a G racionális együtthatós. Hát először mondjuk az együtthatóknak vezem a legkisebb közös többszörösét, azt kiemelem, akkor már marad egy 1 per egy egész szám, szóval egy egész együtthatós polinom. És ha abban meg az együtthatóknak van valami legnagyobb közös osztója, azt kiemelem, és akkor kapok egy ilyen alakot, hogy P per Q, szóval egy primitív polinom. Ugye a P per Q-t azt egyszerűsítem, ha kell, szóval, hogy relatív primitív. Tehát P per Q szor G1. Ilyen alakban írható a G.
még hozzá ezt, ha belegondoltok, egyértelmű, hogy erős nem érdekes. Hasonlóan H, az meg úgy írható, hogy valami R peres, két egész szám hányadosa, szor H1. Ahol a H1 most már egy egész együtthatós, mint a primitív polinom. Akkor itt mindent visszahelyettesítek, akkor azt látom, és mindjárt is szorzok 20-szor S-tel, akkor azt látom, hogy 20-szor S-szer F egyenlő T-szer R szer G egyszer H1. Ez az egyenlőség fölnál. Baloldalon az F feltevésem szerint egy primitív polinom, tehát az együtthatói legnagyobb közös osztója 1, tehát a 20-szor S-szer esélynek az együtthatóinak a legnagyobb közös osztója 20-szor S. És hasonlóan a G egyszer H1 ez egy primitív polinom, a Gauss-lemma miatt. Tehát a PR szer G1 H1 együtthatóinak a legnagyobb közös osztója az P szer R. Itt ugyanaz a polinom van, az együtthatói legnagyobb közös osztójáról egyrészt azt tudom, hogy QS, másrészt azt tudom, hogy PR, tehát ez a két szám egyenlő. Tehát azzal leegyszerűsíthetek, és kaptam, hogy F egyenlő G egyszer H1, immár tényleg egész együttató csak szorzata, és a G1, H1 azok tényleg úgy jöttek a G-ből meg A-ból, hogy egy-egy racionális számmal lesznek. Na, úgyhogy ez meg. Ez egy olyan dolog, amit nyilván sokan tudtak, de ezt mindenkinek tudni kell, úgyhogy azért elmondtam úgy. Na most még egy dologra kitérek, mielőtt a feladat példát megnéznénk. Ez pedig az, hogy van egy nagyon híres, elégséges, messze nem szükséges feltétel arra, hogy egy egész együtthatós polinom irreducibilis legyen, ez pedig az úgynevezett Schönemann Eisenstein kritérium. A Schönemann Eisenstein, ez két 19. századi német matematikus, a róluk elnevezett kritérium így szól. Hogy tegyük fel, hogy nekem van egy fx egész együtthatós polinomom, a1-szer x a n, stb. Plusz a1x plusz a. Tehát itt minden együttható, ezek az a, ezek mind egész szám. És tegyük fel, hogy van egy olyan p' szám. Olyan szerencsés vagyok, hogy találtam egy olyan p' számot, ami három dolgot. Első dolog, amit tud, hogy nem osztódja a fő együtthatóra. Na most ez gyakran teljesül magától, mert gyakran nézek olyan polinomokat, amiknek egy a fő együtthatója. És azokhoz minden prímszám ezt a dolgot tudja, hogy nem osztódja a fő együtthatóra. Most jön az igazán fontos része, nem osztódja a P az AN-nek, de osztódja az összes többi együtthatóra. Tehát a P osztódja az AN-1, stb. Egészen odáig, hogy állunk. Minden osztója a pé. Ez az erős része a feltételnek. De van még egy harmadik feltétel is, hogy a P négyzet az ne legyen osztója az A nullnak, a konstansnak. Ha van egy olyan P' szám, ami ezt a három dolgot tudja, ebből következik, hogy az F polinom irreducibilis. És hál' Istennek akkor már kell hozzátennem, hogy az egész együtthatósak körében, vagy a racionális együtthatósak körében, mert tudom, hogy ez a két dolog az ugyanaz. Talán gyorsan elmondom ennek is a bizonyítását. Hát tegyük fel, hogy nem. Akkor megint csak a fölbomlik egy mondjuk K-alfokú egész együtthatós, meg mondjuk egy ellenfokú egész együtthatós szorzatára, ezek a B, C, ezek mind egész számok. És azt akarod látni, hogy ez nem lehet. Ugye, ahol a lényeges feltétel az az, hogy a K és az L az mindegyik kisebb, mint a L. Persze nyilván igaz az, hogy az összegük a K plusz L egyenlően összehasonlítva a fokszámok az L. Ez most nem értek el. Na, valami hasonló dolgot csinálunk, mint a Gauss-lemma bizonyításánál. Megnézzük ezeket a feltételeket, és először a konstans tagot nézzük. Ugye a szorzat konstans tagja az B0 szor C0, az lesz egyenlő az A0-ra. Most az A0-ról tudom, hogy osztható P-vel, de nem osztható P négyzettel. Hát ez csak egyféleképpen lehet,
hogy a B-ról és a C-ról közül az egyik osztható B-vel, a másik meg nem osztható B-vel. Hát mondjuk a B-ról az, ami osztható B-vel, és mondjuk a C-ról az, ami nem osztható B-vel. Jó, ezt elfogadhatjuk. És akkor most megint azt csinálom, hogy sorban nézegetem az együtthatókat. Ugye az A1 az egyenlő B1 szer C0 plusz B0 szor C1. Tudom, hogy ez osztható B-vel, tudom, hogy a B0 is osztható B-vel, tehát a B1 szer C0 is osztható B-vel. Na, de tudom, hogy a C0 nem osztható B-vel, tehát ebből kijön, hogy a B1 az osztható B-vel. És lépek egyen tovább, A2 az ugye B2 C0 plusz B1 C1 plusz B0 C2. B0-ról már tudom, hogy osztható B-vel, B1-ről tudom, A2-ről is tudom, tehát a B2-ször C0 osztható, de tudom, hogy a C0 nem osztható, tehát a B2-t osztható kell, hogy legyen. És így tovább csinálom, és eljutok odáig, hogy az összes B-ről kiderül, hogy még a BK-ról is ki fog derülni, hogy osztható lesz B-vel, mert amikor a szorzatban az AK-t nézem, akkor az úgy fog kinézni, hogy BK-ször C0, plusz kisebb indexű B, amik mind osztható B-vel, az AK osztható B-vel, tehát a BK-szor C0 osztható B-vel, és a C0 nem, tehát a BK igen. Ugye a K kisebb, mint a D. Tehát az AK az osztható B-vel, mert az nem a főegyzet, nem az A. Tehát kiderül, hogy az összes B osztható B-vel, na de akkor speciálisan a főegyzetató, az meg BK-szor CL, az is osztható B-vel. Szerintem. Tehát ez ki? Na, ez ugyan, ehhez kell, hogy találjunk egy ilyen B-prímszámot, és hát a legtöbb irreducibilis polinomra ilyet nem lehet találni. Úgyhogy ez csak egy elégséges feltétel. Ha ilyet találtam, akkor jó. De egy nagyon hasznos elégséges feltétel. Nagyon gyakran előfordul olyan szituáció, hogy alkalmazhatjuk ezt a feltételt. Mindjárt hadd tegyek föl egy kérdést. Van egy akárhanyad fokú irreducibilis polinom, egész együtthatós. Ha ugyanezt valós együtthatósra kérdezném, akkor mi lenne a válasz? A valós együtthatós polinomok körében van-e akárhanyad fokú irreducibilis? És a válasz egy nagyon határozott nem. Egész fontosan a valós együtthatós polinomok körében csak első és másodfokú irreducibilisek vannak. Magasabb fokúak nincsenek. Hát elsőfokú, az persze mindig irreducibilis. Mire mondanak a két egykezdet fokúra mondják. De ezen triviális, a komplex körében csak az első fokúak irreducibilisek. Valós a körében vannak másodfokú irreducibilisek, már föl is írtam egyet a mai napon, x négyzet plusz egy az nem fogni föl két első fokú szoldatát. De magasabb fokú nincs. Úgyhogy ennek fényében meg kell becsülnünk azt az információt, hogy az egész együtthatós polinomok körében van akárhogy az fokú irreducibilis polinom, és pofon egyszerű, például a Schönemann helyzetben minden jobban csinálni. Nyilván például az x az n-en plusz 2 az egy irreducibilis az egész együtthatós polinomok körében, mert választhatok b egyenlő 2-t, és megy a Schönemann helyzetben minden jobban. Ugye jól értsük meg, a fő együtható 1, annak tényleg nem osztója a 2. A többi együtható nem látszik kiírva, de a többi együtható az mind 0. De hát annak osztója a 2. És hát van ez a konstans tag, 2, annak is osztója a 2, és hál' Istennek a 4 nem osztója neked. Nyilván csak egy vicc, hogy 2-t írtam, nyilván akármilyen más prímszámot írhatnék, sőt, akármilyen más négyzetmentes számot írhatnék. Azért akármit nem írhatnék, mert egy olyan szám, ami minden prímszámban legalább a második hatványon osztható, hogy nyilván nem fog működni. És tényleg például, hogyha én 4-et írnék, akkor x az n-en plusz 4, az nem is mindig irreducibilis. Hát, hogy feladatot találjátok olyan n-et, ami irreducibilis. Az egész együtthatósak körében. Na jó, tehát ez mutatja, hogy legalább könnyű választani erre a kérdésre, hogy van-e akárhogyan fokú irreducibilis polinom az egész együtthatós polinomok körében, a válasz van. Na most mutatok egy polinomot. Veszek egy akármilyen P-prím számot,
és veszem ezt a polinomot, hogy x a p minus 1-en plusz x a p minus 2-en plusz stb. Plusz x négyzet plusz x plusz 1. Tehát x-nek az összes hatványa p minus 1-től a nulladikig bezárólag, ez mi? Ugye ez egy egészen mutatós polinom. Kérdezhetem, hogy a p egyenlő 3, akkor egy x négyzet plusz x plusz 1. P egyenlő 5, akkor x a negyediken plusz x köbb plusz x szert plusz x plusz 1. Kérdezem, hogy ez életbeszűrülése, hogy legalább néhány p-re életbeszűrülése látsa, de másokra nem is. Tehát ez vajon egy életbeszűrülési polinomra? Elárulom a válaszhoz, hogy életbeszűrülés. Minden p-prime. Minden p-prime. Kérdezem, hogy hogyan lehetne ezt a dolgot bebizonyítani, hogy ez irreducibilis. Tulajdonképpen először azt kérdezem, hogy hogyan nem lehet bebizonyítani. Hát egy dolog van, amit nyilván nem lehet használni, az a sőnek a negyvenesnek kritérium. Ugye ha van polinom, ami ideálisan alkalmatlan, hogy használjuk rá sőnek a negyvenesnek, az egy. Világos, hogy minden együttható egy, és itt tényleg minden együttható egy. Nincsenek nulla együtthatók, amiket nem írtam ki. Minden együttható egy. Tehát nyilván nincs olyan prim szám, ami ennek minden osztó lenne. Úgyhogy egy kicsit talán meglepő annak, aki nem ismeri át, hogy nem ismerik. De aki nem ismeri, annak meglepő a válasz, hogy igenis a sőnek a negyvenesekkel fogjuk bebizonyítani, hogy ennél nem szívül is. Hogyan? Hát, hogyha én azt akarom belátni, hogy egy fx polinom életbeszívül is, akkor én nézhetem azt a hozzá hasonló, de hát ez a mégis más polinomot, hogy fx plusz t, ahol t egy rögzített egész szám. Ha arról az fx plusz t arról kiderül, hogy irreducibilis, akkor az eredeti f is irreducibilis. Miért? Mert hiszen azért f-kel mégiscsak reducibilis lenne, fx egyenlő gx-el ax, és ezek alacsonyabb fokú polinomok, akkor persze fx plusz t, az egyenlő gx plusz t-szer ax plusz t, és persze ezek szintén valami más polinomok, mint a g meg a h, de mindenütt ők is egész együtthatósak, és ugyanannyian fokúak, mint a g meg a h, tehát alacsonyabb fokúak. Tehát ha én nekem kijön, hogy az fx plusz t irreducibilis, akkor kijön, hogy az fx is irreducibilis. Na most ezt a polinomot nevezzük fx-nek, és én be fogom látni, hogy az fx plusz 1. Az irreducibilis. És azt arra már tudni fogom alkalmazni, hogy a sőnek a negyvenesnek. Hát írjuk be ide x helyébe x plusz 1-et. Ugye, aki úgy próbálja beírni, hogy elkezdi, hogy x plusz 1 a p minusz 1-et, kiszámolom binomiálisan x plusz 1 a p minusz 2 a x plusz 1, az magától ér. Mert nem ezt kell csinálni, hanem azt kell észrevenni, hogy ez az fx, ez is sem igazából x a p minusz 1 per x plusz 1. És ide írom be az x plusz 1-et, és akkor azt látom, hogy fx plusz 1 az egyenlő x plusz 1 a p egyen minusz 1 per x plusz 1 minusz 1, vagyis per x. És itt most már jól használhatom a binomiális tétel, x plusz 1 a p egyen, az ugye x a p egyenlőben, mindjárt leosztok x-el, tehát x a p minusz 1, plusz p alatt az 1-szer x a p minusz 2, stb. Plusz p alatt a p minusz 1 szer x per x, vagyis marad ez a konstans, és végül van az, hogy plusz 1 minusz 1 per x, hát az 0. Tehát az én polinomom, ez az fx plusz 1, ez mind x polinomja kiírva a fő együttható 1, ami nem osztható p-vel. Az összes többi együttható az így néz ki, hogy valami p alatt a k, ahol a k legalább 1, de legfeljebb p minus 1, hát azok mind oszthatók p-vel. Ugye, amikor fölírjuk a binomiális együttatót, a számlálóban ott van a p, a nevezőben meg nincs. Tehát mikor leegyszerűsítnek, megmarad a p. És végül a konstanstak az ez, ugye, ami tudjuk, hogy egyenlő p-vel, és az tényleg nem oszthatók p-vel. Tehát ez valóban kijött, hogy ez a polinom irreducibilis. Na, úgyhogy ez körülbelül a minimális túlélő készlet, hogyha
egész egy utat a csillagközöbül és polinomokkal találkozunk. És most akkor először gyorsan ezt a könnyűnek mondott feladatot. X az n-ediken, plusz 5-ször x az n-minusz 1-ediken, plusz 3. Egy egész együttatós polinom van az állítás, hogy ez kirepülés az egész együttatós polinom körében, de n nagyobb egyenlőke. Ez egész pontosan a 93-as isztambuli olimpiának volt az első feladat, tehát a legkönnyebbnek minősített feladat, és tényleg könnyű. Tulajdonképpen hasonlítani fog arra a trükkre az egyik lehetséges megoldás, több is van. Mind ahogy elbántunk a Schönemann-Eisensteinnel, respektíve a Maxwell-nál. Ugye tegyük föl, hogy ezt mégiscsak fölgondoltuk két alacsonyabb fokú polinom szorzatára, x ad k plusz stb. Plusz valami b null, és x ad l plusz stb. Plusz valami c null. Csupa egész együttadó. Miért nincs itt együttadó? Hát azért, mert itt holnának valami egész együttadó elven, de tudom, hogy annak a két egész számnak a szorzata egy lesz, a fő együttadó. Hát vagy mind a kettő egy, vagy mind a kettő mínusz egy. És hát ha mind a kettő mínusz egy, akkor mind a két polinomot megszorzom mínusz egyel. Hát a fokszámú nem változik, egész együttadósak, és akkor tényleg mindegyiknek a fő együttadója egy. De föltehetem, hogy ilyen alakban néz ki, ahol is a k meg az r mindegyik határozottan kisebb mínuszet. És minden együttadó egész szám. Most összehasonlítva a konstans tagokat, azt látom, hogy mínusz szor célul egyenlő áll. Tehát az van, hogy a minus és a célunk közül az egyik plusz-minusz 3, a másik meg plusz-minusz 1. Hát mondjuk a B0, nyilván választhatom úgy a jelölést, hogy a B0 az plusz-minusz 3. És akkor, nem tudom, letöröltem-e már? Nem is töröltem le. Pont ugyanezek a képletek adják sorba a többi együttatót. Ugye a lineáris az együttatója az B1-szer C0 plusz B0-szer C1, stb. Csak hogy most annak az együttatók sorba mind nullák. Mert ennek a polinomnak a legtöbb együttatója nulla, kivéve 3-at, ugye a n-et fogva, a n-1-et fogva, a nullát fogva. Tehát az a1 is nulla, hát nulla az minden esetben osztható 3-mal. Meg ugye tudom, hogy a b0 osztható 3-mal, ugye azt még fontos lesz, hogy ugye c0-ról viszont tudom, hogy ez plusz minusz 1. Tehát ez nem osztható 3-mal. Tehát akkor sorba kijön, hogy a b1, a b2, stb. Ezek mindegyik osztható 3-mal. Ugye? És megint egész eljutok odáig, ugye mindaddig, amíg az együtthatókról, tehát az A-nak az indexe, a legfeljebb n-2, azok az együtthatók, azok mind nullák. Tehát én nekem az jött ki, hogy a b0, b1, stb. Egészen odáig, hogy bn-2, ez mind osztható 3-mal. Na most persze lehet, hogy olyan már nincs is, hogy Bn-2, mert alacsonyan fokú az a polinom. Hát akkor nincs, akkor. Na de egyelőre minden B osztható 3-mal, Istennek itt ideírom, hogy BK, és ideírom, hogy CK, de tudom, hogy ez mindegyik egy. Jó? K az kisebb egyenlő, mint N-1. Tehát legfeljebb még egy darab B van, a Bn-1, ha az nincs, akkor az összes itt lévő együttadó osztható 3-mal, tehát a szorzat polinom is minden együttadó osztható 3-mal, ami nem igaz, mert itt egy 1 van, ami nem osztható 3-mal. Tehát egyetlen egy egérutam maradt, az, hogy k egyenlő n-1, és az az 1, arról nem jött ki, hogy osztható 3-mal, hát nem is osztható, mert én tudom, hogy 1. Tehát marad az, hogy k egyenlő n-1, de persze ez azt jelenti, hogy l egyenlő 1. Tehát hogy a másik tényező az első fokú. Na de hát, hogyha van egy első fokú tényező, az azt jelenti, hogy van egy racionális gyök. És az pedig jól ismert, hogy egy ilyen egész együttadós polinomnak mi lehet a racionális gyök. Ezt jó tudnék, hogy ha van ez a polinom, hogy a, n, x, n, stb. Plusz A0, ahol ezek az A-ig mind egész számnak.
mondjuk egy Netflix. Ha ennek egy pay-per-view racionális számgyöke, hát ezt helyettesítsétek ide be, hogy ASR, PLM-ben, QLN, stb. Átszorzok QLN-nel, kapom, hogy az nulla, P-ről, Q-ról fölteszem, hogy relatív prímek, tényleg föl is kell természetesen, mert nem igazán mondani akarok. Tehát ha ez gyöke, akkor muszáj, hogy a Q az osztóra legyen A ennek, és muszáj, hogy a P az osztóra legyen A nulla. Ugye ennek most, ha egy kicsit gyorsan is, de elmondtam a bizonyítását. Még egyszer, hogy lássák, ha valaki nem tudja. ASR, paper, pool, rendetiken, plusz, stb. Plusz A0, egyenlő 0. Megszorzom pool a dennel, ASR, P a den, plusz A minusz egyszer, P a den minusz egyszer, Q, plusz, stb. Plusz A minusz, Q a den, egyenlő 0. P és Q relatív prímek, ezen tagok mindegyike osztható Q-val, tehát ez is osztható Q-val, de P és Q relatív prímek, tehát az A-n is osztható Q-val. És ugyanígy a másik irányba nézve pedig a P pedig muszáj, hogy osztóra legyen a konstansnak. Tehát ennek a polinomnak, ennek összesen csak azok lehetnek a racionális gyökei, hogy 3, mínusz 3, 1 vagy mínusz 1. Hát 3 meg 1 az nyilvánvalóan nem jó, mert beljegyesítve előre pozitív számot kapok. Mínusz 1-et beljegyesítve azt kapom, hogy plusz-minusz 1, plusz-minusz 5, plusz-minusz 3, az szemlátomás nem akar nulla lenni. És végül, hogyha a 3-at helyettesítek, mínusz 3-at helyettesítek be, akkor mínusz 3, akkor ugye azt kapom, hogy mínusz 3 az 1, mínusz 1-et, szer mínusz 3, plusz 5, plusz 3. És hát erről megint csak látszik, hogy ez is rendben sem lesz nulla. Ha valaki nem látja, ugye n egyenlő 1-re konkrétan nem, bocsánat, n egyenlő 2-re azt kapom, hogy mínusz 3-szor 2 meg 3, akkor nem nulla, és n nagyobb egyenlő 3-ra pedig ez egy olyan szám, ami 3-mal osztható, de 3 magasabb hatványával nem, mert ebből kiemelhető a 3. A másikból meg sokféleképpen be lehet fejezni, de például így. Na, úgyhogy ez tényleg egy könnyű példája volt annak az olimpiának. Van rá más megoldás is, de most azzal nem foglalkozom. Hanem, hát ugye már letörölte. Ugye ez egy nagyon-nagyon speciális esete, egy jóval általánosabb, de még mindig nagyon speciális polinom osztálynak, az úgynevezett trinomoknak. Mi az, hogy trinom? Hát három tagú. Ugyanúgy, ahogy a binom, az két tagú. Ugye egy legáltalánosabb trinom polinom, aminek a irreducibilitását nézhetjük, az mondjuk úgy néz ki, hogy AX-en plusz BX-en plusz C. Ugye hát ide még azt kéne írnom, hogy CX-en, de az irreducibilitásra vagyok kíváncsi, akkor az L-nek nullának kell lenni, mert különben nem irreducibilis, mert X-ad el kihazálható lehet. Tehát egy legáltalánosabb trinom az így néz ki, ahol tehát N nagyobb K nagyobb egyenlő 1, és az ABC adok egész számnak. Most ezeknek óriási irodalma van, hogy az ilyenek, mint egész együttazós polinomok, mikor irreducibilisek, mikor nem. Csak mindenképp biztatok arra, hogy maga próbáljon bizonyos fajtájúakra belátni, hogy az irreducibilis vagy, hogy az nem. Ugye az nagyon speciális volt a mi példánk, hogy n, n minusz 1 és konstans, és hát az egyik adunk meg 1-ről 3. De például hát az egyik legegyszerűbb ilyen fajtájú, az az x az n-en plusz x plusz 1. Kérdezem, hogy ez irreducibilis. Persze, mint itt most mindig az egész együttadós polinomok körében. Mert hiszen a valóság körében persze, hogy reducibilis, mert ott minden, ami kettőnél magasabb fokú, a reducibilis. Most az a ritka eset van, hogy ezt most tényleg kérdezem, hogy ez irreducibilis-e, aki tud valami felvilágosítással szolgálni, hogy bizonyos erre igen, vagy bizonyos erre nem, hogy ez. Ha
Úgy van. És ezt honnan lehet legjobban látni? Az X, az 1 és a 10 között hiányzó 0-1-2 napokra számoltam az számommal, és akkor azok, ha kiborduljunk, akkor azért, hogy X nézett plusz X plusz 1-re. Így is lehet, hogy lehet másként. Itt ez egy komplex számom igénységét. Ez az igazi jó. Tehát amire válaszra vártam, és meg is jött, az így szól, hogyha n-kongruens 2-vel moduló 3, akkor ez a civilis ez a polinom. Tehát, hogy n 2, vagy 5, vagy 8, vagy valami, azért helyettesítsük ebbe a polinomba epsilon, ahol az epsilon az valamelyik primitív harmadik egységre, mondjuk ez. Ugye, mínusz 1 2 plusz i-szer gyök 3 per 2. Ugye erről azt kell tudni, hogy ennek a harmadik hatványa 1. Ugye hát ezt mindenki tudja komplex számok körében. Epsilonnak a harmadik hatványa 1, azt is hát akár közvetlenül ki lehet számolni, hogy még ez is nulla, hogy epsilon négyzet plusz epsilon plusz 1. Ez például úgy adódik, hogy az x köb mínusz 1 polinomnak ezek szerint gyöke az epsilon, és ugye ez így faktorizálódik. És ha ide epsilont helyettesítek, az nem nulla, tehát muszáj, hogy ez nulla legyen. Persze közvetlen számolással is kijön. Tehát azt jelenti, hogy ezt érdemes tudni, és akkor persze epsilonnak az ötödik hatványa, hát az ugyanaz, mint epsilon négyzet. Meg epsilonnak a nyolcadik hatványa, az is ugyanaz. Hiszen azt csak úgy kapom, hogy sorba epsilon köbben szorozgatom, ami egy. Tehát epsilon az akármilyen 3n plusz 2, legyen 3n plusz 2, plusz epsilon plusz 1, az mind nulla. Tehát azt jelenti, hogy ez az epsilon, ez gyöke ennek a polinomnak, a n kongruens 2 moduló 3, és ugyanúgy persze az epsilon konjugátja is gyöke ennek a polinomnak. Amit az azt jelenti, hogy ebből a polinomból kiemelhető az x minusz epsilon, és kiemelhető az x minusz epsilon konjugát. És ennek a kettőnek a szorzata az x négyzet plusz x plusz 1. Ami hát újra látszik ezen, ennek a polinomnak a két gyöke, az epsilon és az epsilon konjugát, tehát a gyöktényzetős felvonás adja, hogy x négyzet plusz x plusz 1, egyenlő x plusz epsilon. Szóval x négyzet epsilon szor konjugát. Tehát biztos nem irreducibilis, mert van neki egy másodfokú osztója, és ugye marad egy n minusz 2 fokú faktor, amit tényleg például úgy lehet kiszámolni. Tehát az úgy néz ki, akit érdekel, x az n plusz x plusz 1, ebben a még egyszer mondom ebben az esetben, az úgy néz ki, hogy x négyzet plusz x plusz 1, szer x az n minusz 2, mínusz x az n minusz 3, aztán kimarad egy tag, aztán megint plusz x a következő hatványon, mínusz x az egyel kisebb, megint kimarad egy, stb. Tehát például 8-ra, ugye x a 8-on plusz x plusz 1, az x négyzet plusz x plusz 1, szorozva x a 6-on mínusz x a 5-en, 4-en kapután nincs, plusz x köv mínusz x négyzet, konstans nincs, vagy x tag nincs, plusz x. Na most itt két kérdés vetődik föl. Első kérdés, hogy ez az n-2 fokú tag, ami maradt, az vajon irreducibilis-e, vagy az még tovább mondjuk. A másik kérdés pedig az, hogyha a len nem kongruens 2-vel moduló 3, akkor ezt nem lehet csinálni, amit csináltunk, de hogy akkor vajon akkor irreducibilis-e. Most két kérdés vetődik föl. Ki tudja erre a választ, hogy mármint, hogy igen vagy nem, és másrészt ki tudja azt a választ, aztán bebizonyítani. Azt el tudom képzelni, hogy vannak, akik tudják a választ, de azt nem értem hinném el, hogy valaki most hirtelen kipattan a bizonyítással. Megmondom, ha n nem kongruens 2-vel moduló 3-mal, akkor irreducibilis. De ez elég nehéz. Jó, úgyhogy ezt most nem is fogom elmondani, de nem lehetetlen megcsinálni. Ha valaki azt állítja, hogy most el tudja mondani a bizonyítását, akkor én tőle kívánok. No, úgyhogy ez például egy érdekes trinom. Na most persze itt, nézzétek, itt csak meg akarom pendíteni az érdekes témákat,
nem... Van még más, amit bizonyítani szeretnék. De azért egy valamit hadd mondjam. Szeretném, hogy valami olyasmire is rászoknátok, ami nem kimondott a verseny tevékenység. Ugye a verseny egy nagyon speciális szituáció. Az ember valahol beül egy terembe, elérőknek néhány feladatot, amikről két fontos dolgot lehet tudni. Egyrészt, hogy egy igaz állítás, másrészt, hogy van esély, hogy 3-4 óra alatt az ember megcsinálja. Na most az életben ez a két dolog nem teljesül. Ha az ember valami matematikai kérdést tesz föl, de egyrészt nem tudhatja, hogy igen vagy nem, vagy mit tudom, hogy mi a válasz, másrészt pedig nem tudhatja, hogy még ha igaz is, a következő fél évre kívül esik. Tehát szeretném, hogyha úgy szoknátok ezt a tevékenységet, hogy ilyenfajta feladatoknál az ember olyasmit is kérdez, ami nem éppen, az orra alá van tolva, hanem csak egy érdekes, természetes módon felvetődő kérdés. Próbálok ilyenre egy példát mutatni. Ne menjünk messzire, ne akárhogyan fokúakat nézzünk. Hát ugye nyilván első fokúakra mondtam, az életfibrilitás föl sem merül, másodfokúakra pedig általában az a ekvivalens, hogy van egy gyök, és ez gyorsan elintézhető, akármilyen fajta együttható körében mozgunk is. De már harmadfokúaknál lehet néha érdekesebb kérdezni, és hadd mutassak egy példát arra, hogy ötödfokúakra mennyire érdekesebb lehet kérdezni. Megint egy trinom lesz. X az ötödiken plusz X plusz N. Ahol az N akármilyen egész szám. Erről kérdezem, hogy irreducibilis, illetve a hozzá eléggé hasonló x az ötödiken mínusz x plusz n-ről kérdezem, hogy irreducibilis. Na most persze a válasz függ attól, hogy mi a len. És látjátok, hogy van egy nagyon olcsó kiút, nyilván végtelen sok olyan len van, amire reducibilis. Mert hiszen végtelen sok féleképpen választhatjuk az n-et úgy, hogy ennek legyen egy gyöke. Ugye veszek egy akármilyen k egész számot, mondjuk pozitív egészet, akkor k az ötödiken plusz k, ha annak az ellentétjét nevezem ennek, akkor olyan ennek találtam, amire van gyök, egész gyök. És persze most olyan szerencsés a dolog, hogyha ha inkább a mínusz k-t írom be, akkor az ennek magát személyesen lehet választani k az ötödiket. Plusz K-nak. Tehát például N egyenlő 34, arra nyilván gyöke neki a mínusz 2, tehát arra úgy néz ki, hogy X plusz 2 ször egy negyed. És ha mondjuk N egyenlő 3-at választok, ugye az akkor 246. Tehát N egyenlő 246, arra úgy néz ki, hogy X plusz 3 szor, stb. Tehát végtelen sok olyan nem van, amire fölvonni egy első fokú, meg egy negyedfokú szavazat áll. Aztán az most más kérdés, hogy a negyedfokú esetleg még tovább vonni, de mindesetre nem reducibilis. Eddig könnyű. De most jön az igazi kérdés. Van-e olyan nem? Hát sok olyan nem van, amire ez irreducibilis. De van-e olyan nem, amire ugyan reducibilis, de nincs elsőfokú faktor. Hát van-e olyan N, amire egy másod és egy harmadfokú irreducibilis szolgatára mondja? Mind a két polinomra kérdezett. Tehát ez az első polinom és ez a második. És érdekes módon erre megvan a válasz. Az elsőre az a válasz, hogy egy másod és egy harmadfokú irreducibilis szolgatára mondja, akkor és csak akkor, hogyha N egyenlő plusz-minusz 1, vagy plusz-minusz 6. Ugye könnyű látni, hogy az minden lényegében az N plusz 1 vagy mínusz 1, sőt általában plusz K vagy mínusz K, mert ahogy a K-t fölbontom, a mínusz K-t írok, az a plusz K-s polinom, csak mínusz X-et kell bele helyettesíteni. Ugye aki nem hiszi, N egyenlő 1-re, ja hát azt az előbb számoltuk ki. X az ötödiken plusz X plusz 1. Ugye 5 az kongruens 2-ben moduló 3, tehát ez fölmondik úgy, hogy X
egyenlet plusz x plusz 1, szer, ahogy ezt az előbb fölírtam, x köbb minusz x egyenlet plusz 1. És 6-ra pedig úgy bomlik föl, hogy x egyenlet plusz x plusz 2, ször x köbb minusz x egyenlet minusz x plusz 3. Mondjuk ez az n egyenlő 1, és az n egyenlő 6, és megfelelően mínusz x-et helyettesítve jön a mínusz 1-ből a mínusz. Tehát eddig volnánk, hogy ezek érdeklődések az nagyon könnyen ellenőrizhető, mert nincs semmi racionális gyök. Már pedig egy másodfokú, harmadfokúan nincs gyöke a mínusz. Már negyedfokú egy nem. Na és mi van a másikra? A másikra az a válasz, hogy két irreducibilis szorzatára bomlik, tehát egy 2 fokú irreducibilis és egy 3 fokú irreducibilis szorzatára bomlik, akkor és csak akkor, hogyha az egy egyenlő, és most kapaszkodjam, plusz mínusz 15, vagy plusz mínusz 22.440, vagy plusz mínusz 2.759.640. Ekkor és csak ez. Most ezekre fölgondolni az még nem egy olyan nehéz vállalkozás, de az belátni, hogy máskor viszont nem. Tehát máskor marad az az eset, hogy vagy egy lineáris faktora van, vagy irreducibilis. Az nagyon olyan könnyű, de nem lehetetlen. Jó, ez? Aki akarja, gondolkozzon el rajta. Én ugyan belemehetnék ebbe, de szeretnék egy olyan témát még előhozni, amire egy csomó új érdekességet fogunk látni, életcivilitás ügybe, és szeretném, ha erre még maradna elég idő, úgyhogy erről beszélek most igazán. A következő, igen, tulajdonképpen természetes, de olyan váratlan kérdésföltevés fog következni. Én kiindulok egy prím számból. Fölírom a tízes számrendszerbe, ahogy az után. Jó, tehát a P prím számban mondjuk így néz ki, hogy A rendszer. Most kiírom, hogy mi kell tényleg rezidenni a tízes számrendszerbeli fölírás. A rendszer 10 az n-ediken, plusz A minusz 1-szer 10 az n-minusz 1-ediken, stb. Plusz A egyszer 10, plusz A 0. Ugye, és ahol mit tudok, hogy ezek az A-ig, ezek mind nagyobb egyenlő 0, kisebb egyenlő 9, egy egész szám, és még egyet tudok, hogy az A-n az nem 0, tehát az egyet, az biztos, hogy legalább. Semmi, egy prim számot fölírtam a 10-es szám egyszerre. Most ebből csinálok egy polygont. Az én prim számommal, de jó, megnézem, és veszem azt a polinomot, hogy a egyszer x az n-ediben, plusz a minusz egyszer x az n-minusz n-ediben, stb. Plusz a x plusz a minusz. Azt állítom, hogy ez a polinom irreducibilis. Bármi volt is a prim szám. Ugye ez akármennyire is, hogy hihetőnek hangzik esetleg az utca emberének, de valójában egy abszolút mellbeváró állítás. Attól, hogy egy szám prim, attól ennek a számnak a segítségével összeeszkálvált polinom, az miért lenne érdekes irreducibilis? Miért lenne két alacsony fokú szorzatára gondolni? Na, ez a ugye, így ez egy óriási készletet ad nekem irreducibilis polinomokról, és méghozzá olyanokból, amik általában ugye abszolút másmilyenek, mint amit a sőnöm a Heisensteinnel szoktunk kezelni. Csak a Heisensteinnél itt van a 150. prim szám a világon. P 100.000 az, jobban tőlem tudjátok meg, 1.299.709. És akkor ez a feladat az, hogy az a polinom, hogy x a 6-on, plusz 2-szer x a 5-en, plusz 9-szer x a 4-en, plusz 9x köb, plusz 7x négyzet, plusz 9, ez irreducibilis, persze a zx-ben. És itt van.
Ugye ez az itt képződő polinomokra szinte biztos, hogy véletlenszerűen a válasznak egy valószínűséggel nem lehet majd ráhagolni, mert a sörünk van egyes. Ezt kérdék lefordítani precízen, és elmondhatni, hogy igaz-e vagy sem. Igaz. Na, a maradék időben megpróbálom ennek elmondani egy bizonyítását. Kacifántos a bizonyítás egyébként. Az első dolog, hogy hát egyáltalán megnézem én az ilyen polinomokat, amit itt kapok. Most nem is biztos, hogy prímszámból indulok ki. Egy olyan polinomot veszek, ami egy akármilyen tízes számrendszerbeli köré számból ugyanezzel a konstrukcióval készül. Ez nyilván egy viszonylag speciális polinom, ugye, mert hát minden együtthatója nem negatív, és méghozzá nem túl nagyobb az együtthatója, mindegyik megfelel 9. Úgyhogy remélhetjük, hogy esetleg valamit tudunk mondani a gyökeiről. És azt állítom, hogy igenis tudunk mondani, tehát ennyi a feltevés, amit én teszek, és ezek után nézem most ezt az F polinomot, még egyelőre messze nem tudom, hogy én majd írom vissza bizonyosságra, de veszem ezt a polinomot, és az az állítás, hogy az F gyökei azok lokalizálhatók a konvexikon. Azt állítom, hogy az F minden gyöke az vagy a nyílt bal félsíkban van, tehát ugye mi az, hogy nyílt bal félsík? Hát azok a komplex számok, amiknek a valós része negatív. Plusz, vagy, tehát ez meg egy nyílt körlemez uniójában van, tehát vagy már eleve ide esik, vagy ha nem esik ide, akkor beleesik ebbe a nyílt körlemezbe, aminek történetesen a sugara 1 plusz gyök 37-ben. Ami, hogy lássátok, hogy körülbelül mekkora ez a sugár, csak meg kell találnom, hogy hol van. Ez körülbelül 3,54. Tehát minden esetben egy 4-nél kisebb sugarú kör. Nyílt kör. Ez az első állítás, és ezzel ugye egy kicsit új vidékre elvezünk, mert ehhez azért tényleg szemüvek kell nézni komplex számoknak, noha csak elemi dolgokat csinálunk, tehát semmiféle úgymond komplex függvétlen nincsen, de hát azért egy kicsit számolni kell. No, ez lesz az első komoly eszközünk, hogy kijöjjön, hogy ez a polinom érdekező. Hát nézzük, hogy mit mondhatunk. Tegyük fel, hogy Z egy gyök, tehát A egyszer Z az N-en, plusz vagy plusz A egyszer Z plusz A full, tehát tegyük fel, hogy most ha ennek az ének a valós része negatív, akkor örülök, akkor felehesett abba hallgatva, amit mondtam. Tehát tegyük föl, hogy az én zének a valós része negatív. És továbbá tegyük föl még azt is, hogy az abszolút értéke pedig nagyobb, mint egy. Megint, ha ez a második nem teljesül, hát akkor benne van nem, hogy ebbe a körbe, hanem és sokkal kisebb. Jó, tehát azt nézzük, hogy mi van, hogyha annyira nincs benne se ebbe, hogy minden esetben ez is teljesül rá, meg ez is teljesül. Most először is, ha a Z-nek a valós része nagyobb egyenlő, mint nulla, hát mondjuk ugye azt eleve fölveszem, hogy a Z nem nulla, mert különben igaz rá, hogy állítás, akkor a reciprokának a valós része az is nyilván nagyobb egyenlő nulla. Tudjuk, hogy hogy kéne, ha itt a Z, akkor itt van az egy. És ezek után nézzük azt, hogy MZ per Z a D. És ennek az abszolút értékét. Ugye a MZ per Z a D az micsoda? Az AM plusz AM minusz 1 per Z plusz stb. Utoljára plusz A0 per Z a D. Azt mondom, ugye ez tulajdonképpen egy összeg. És ennek az abszolút értékét alulról lehet becsülni, úgyhogy az nagyobb egyenlő, mint valamelyik összeadandónak az abszolút értéke, esetünkben ezt lesz célszerű bontatlanul adni, hogy AN plusz AN minusz 1 per Z, mínusz a többinek az abszolút értéke, tehát mínusz AN minusz 2 per Z abszolút érték a négyzeten, mínusz stb. Mínusz A0 per
C abszolút érték az ennedéket. Ugye emlékeztetek el, az ár, azok nem negatív egész számok, 0 és 9 között. Na. Tovább becsülöm ezt a dolgot. Sőt, úgy becsülöm, hogy ez határozottan nagy. Mint? Hát ezt becsülöm a saját valós részével. Tehát ez nyilván nagyobb egyenlő, mint az AN plusz AN minusz 1 per Z-nek a valós része. És ezeket pedig lebecsülöm úgy, hogy mindegyikről tudom, hogy legfőjebb 9. Tehát mindegyik helyébe 9-et írok, attól kisebb egyenlő lesz. És egyszer csak elfogytak, de én folytatom, és a továbbra is odaírom a 9 per Z abszolút érték, az M plusz 1, stb. És akkor már határozottan nagyon van. Tehát mínusz 9 per Z abszolút érték a négyzeten, mínusz 9 per Z abszolút érték a köbön, mínusz és így tovább a végtelenség. Na most ez tovább nagyobb egyenlő, mint micsoda. Hát itt van ez az AN, ami legalább 1. Meg itt van ez a dolog, aminek a valós része nagyobb egyenlő, mint 0. Tehát ez a valós rész, ami itt van, az legalább 1. És ez meg hát ez egy végtelen mértani sor, ezt kiszámolom. Ez mínusz 9 per Z abszolút érték a négyzeten, mínusz Z abszolút érték. Na és most azt állítom, hogy ez abban a pillanatban nagyobb egyenlő, mint 0, abban a pillanatban, hogyha a Z abszolút értéke nagyobb, mint annak a polinomnak, annak az egyenletnek a gyökere, hogy R négyzet plusz R egyenlő 9. Ugye, ha a Z abszolút értéke ennél nagyobb, akkor ez a dolog egyért is. És akkor 1 mínusz Z az pozitív. És ennek a gyöke, hát ezt meg látjátok, hogy R négyzet mínusz R mínusz 9, másodfokú egyenlet megoldóképletével egyenlő 0, 1, plusz 4-szer 9, meg 1-nek a 4-szer gyöke per 2. Tehát, hogyha az Z-abszolút érték ennél nagyobb, akkor semmiket se lehet az Z-gyöke. És ezt akartam látni. Tehát ez a jó kis lemma, ami az ilyen polinomok, amik egy 10-es számrendszerbeli, akármilyen 10-es számrendszerbeli számról jön, ennek lokalizálni tudom a gyökeit. Ez egy nem triviális, sőt, megkockáztatom, szép észrevétel, és mi mindjárt látni fogjuk, nagyon hasznos is. Miért? Mert most áttérek a bizonyítás második részén. Tulajdonképpen megint egy általános lemmát mondok ki, aztán majd alkalmazom a tegyen érdekű eset. Most így szól a lemmá. Azt mondja, hogy legyen nekem egy Px egész együtthatós polinom. Akár Px. Amiről néhány dolgot tudok. Először tudom, hogy Px minden Z gyökére a Z-nek a valós része kisebb, mint n minusz 1-2. Tulajdonképpen úgy kellene kezdenem, hogy tegyük föl, hogy van egy olyan n egész szám, amire teljesül az első feltétel. Jön még két további feltétel. A második feltétel az az, hogy a T polinom az n minusz 1 helyen ne a nulla értéket vegye föl. Ugye valami egész számot vesz föl, mert egy egész együttatos polinom egy egész szám. És végül a harmadik feltétel pedig az, hogy a P az n helyen, erre a bizonyos helyre, prim szám értéket vegye föl. Ha ezek a dolgok teljesülnek, állítom, hogy akkor következik, hogy a Px polinom irreducibilis. Az egész együttadós polinomok körében. No. Hát tegyük fel, hogy nem. Az azt jelenti, hogy a Px az fölvonulhat így, hogy Gx-el Ax, ahol ezek a maguk részéről szintén egész együttadós polinomok. Na most a Gx-nek minden gyökére igaz az, hogy annak a valós része is kisebb, mint n minusz 1-2. Hát na, mert a G gyökei azok ott vannak a P gyökei között. Jó,
tehát ez teljesül. Gondoljuk meg, hogy ebből, ez itt a számegyenes, a valós számegyenes. Itt van az N-1-2 előpontja. És most jobbra-balra fölvérem ugyanazt a D pozitív valós számot. Tehát ez itt az N-1-2 plusz D, és ez meg itt az N-1-2 mínusz D. Azt állítom, hogy a G-be, hogyha belehelyettesítem az N-1-2 mínusz D-t, és annak nézem az abszolút értékét, az határozottan kisebb lesz, mint hogyha az N-1-2 plusz D-t helyettesítem be. Annak az abszolút értékét. Na most ez egy kicsit feltörést okozhat, hogy ez fog. De az ügy, ha jól fogjuk be, akkor nem olyan nehéz. Mert miről van szó? Ugye a G-nek van egy gyöktényezős fölbontása. Ugye x minus alfa 1, stb. X minus alfa 1. Meg még van egy fő egymutató, az most nem érdekes. Most ezek az alfa 1, stb. Alfa k, ezek mind ettől az egyenestől balra helyeztetnek. Ez az, amit mondtam. A G-t gyökei a, ebbe a félségben van. Mert minden gyök, mint amely itt van. És akkor annak a távolsága innen, meg innen, ha ezeket összehasonlítom, akkor nyilván ez a távolság határozottan kisebb, mint ebben a távolság. Ami azt jelenti, hogy a megfelelő gyöktényező abszolút értéke kisebb itten, mint itten. És akkor a szorzatuk is kisebb. Jó? Tehát ez már is kijön. De akkor nézzük speciálisan a Gn-1-et. Hát az minden esetre egy egész szám, és persze nem nulla, mert akkor a Pn-1 is nulla lenne. Tehát az ő abszolút értéke az nagyon egyenlő mindenki. Egy egész szám, ha nem nulla, akkor az abszolút értéke legalább egy. Na de ezt N-1, az akkor kapom a T=1-2. Tehát itt is vezem a T=1-2-et, mert az jött ki, hogy a Gn-1 abszolút értéke az határozottan kisebb, mint a Gn abszolút értéke, és persze az is egy egész szám, tehát legalább kettő. Tehát kiderült, hogy ha n-et helyettesítek be, akkor ez itt egy ennyien nagyobb szám, és ugyanez ez is ennyien nagyobb abszolút értéke. Tehát a P nem lehet ki az n helyen. Kész. Tehát kijött az irreducibilitás, és most már semmi más dolgom nincs, mint ezt a dolgot, amit itt csináltam, ezt alkalmazni kell erre a polinomra, amit itt az együtthatókból kaptam, és n-1 10-re. Most erre a polinomra, ugye, először is igaz, hogy minden gyöke 9,5-től balra van, mert hát még sokkal balra van, mint kiderült. Igaz, hogy a polinomnak az értéke a 9 helyen nem nulla, mert hát nincs neki gyöke, csak tudjuk, hogy hol. És a 10 helyen az értéke meg pi. Tehát ennek speciális esete az, hogy egy prim számból a mondott módszerrel csinálok egy polinomot, az biztos, hogy irreducibilis lesz bármilyen prim számra. Megint csak én mindig örülnék, hogyha jó, hogyha valaki most befejezte a videót, meg az a körül milyen jókat hallott, de nem árt, ha egy kicsit tovább gondolkodjuk. Na most, itt például tovább lehet gondolkodni azon, hogy ez esetleg ugyan nekünk tökéletesen elég volt, ami kijött ez a mókás 1 plusz 37 per 2, de kérdés, hogy nem javítható ez a 3,54. Mondom, nem egy lényeges dolog, de az ember úgy elalvás előtt elgondolkodik rajta. Eleve megmondom, egy picit javítható, de 3 alá nem mihető. És erre hadd mondjak egy példát. P=109, azt közismertem prim szám. A megfelelő polinom ugye az az, hogy x4 per plusz 9. Ennek a két gyöke a plusz minusz 3 i. Azok itt vannak. Tehát nincs ebben a nyílt félsikor, és ha a kör sugarát 3 alá veszem, akkor abban sincsenek benne. Tehát ez már közel jár az optimálishoz. Mondom, a mi céljainkra jó volt, és még jó lett volna a 4,54 is, de ezen is, aki akar, elgondolkozhat, hogy
hogy nem lehet-e jobban lokalizálni egy ilyenfajtájú polinom gyökeit. Nota benne az nem egy hülyeség, egy akármilyen polinom gyökeit lokalizálni a komplexűkon, de ez talán nagyon más, hogy a más témája. Már a